Nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit, ez itt a Semleges Térfél, szurkolók a magyar fociról feketén-fehéren. Én Bíró Dávid vagyok, a terapeuta, és ma este is leültünk megbeszélni az utolsó záró fordulót. Itt van velünk Emődi Zoltán, az amigélekén.hu szerkesztője. Sziasztok, mi vagyunk a Borsodi cigányok, hajrá Diós György! Fürjes Szabolcs, az Újpest 1885.hu szerkesztője. Sziasztok, ugye szóltunk, Rodi, szóltunk. Kolárik József, a cégközé.hu szerkesztője. Sziasztok, hajrá Fradi, a mai nappal eltávozott a kutyám. Búcsúzok tőle. Juhász Kristóf, vasas színekben, illetve most... Piros lesz... kiszik elé! Igen. Szevasztok. És itt van velünk Csibu is, aki Debrecenből jelentkezik. A dobogon vagyunk, szép volt fiúk, hajrá Loki, sziasztok! Nos, kezdjük akkor rögtön veled, Szabolcs, ugye örömhírek. Kellettél meglepve, vagy nem is tudom, mennyire vagy tettél meglepve. Úgy néz ki, hogy marad a címer. Igen, és megy az új, ez a lényeg. Hát a bíróság meghozta ezt a döntést, amit mi mindannyian vártunk. Ugye nagyon furcsa jogi procedúra volt ez az egész. Ugye az utána személyiségi jogaira való hivatkozással perelte az UFC-t. Ebbe így nem mennék bele, a lényeg, hogy úgy néz ki, hogy tud dőzni az igazság, és ajánlom figyelmébe a kedves tulajdonos úrnak ezt itt, meg ezt itt mellettem, meg ezt a feliratot. Hogyha már itt tartunk, hogy bebizonyosodott végül is a jogi értelemben is az igazunk, nem csak erkölcsi értelemben, azt nem kellett bizonygatnunk soha, akkor le lehetne vonni a konklúziót végre. Nem volna baj, hogyha otthon csinálná ugyanezt. Ott is vannak hasonló csapatok. Mármint, hogy 11 ember játszik a pályán, mert csak egy ilyen csapat van. Ez viszont ne roncsa el itt nekünk. Köszönöm szépen. Ez a megérkezett Lővi András is az MTK színeiből. Szia, András! Szeretettel köszöntök mindenkit, hajrá kékek továbbra is! Azt mondja nekem, Szabolcs, hogy mennyire bíztál egyébként ebben az ítéletben, hogy az első fokú döntés az nem éppen így ért véget. Igen. Az az érdekessége van ennek az egész sztorinak, hogy amikor az egész címmel ügy kijött, de hát az történt, hogy egyszerűen megvolt egy csere, anélkül, hogy bármilyen döntés erről született volna, akkor... Én nem két jogásszal beszéltem ezzel az ügyel kapcsolatban, és azt mondta, hogy ez bizony egy hatalmas öngól, ez biztos, hogy el fogja bukni a tulajdonos. Ehhez képest az első bírósági ítélet az teljesen megdöbbentő volt, ahogy az is, az a jogcím is, amivel az UTE perelt. Ugye egy cégbíróságon személyiségi jogi kérdéssel perelt, de aztán végül is igaza lett, úgy tűnik, mert azért ezzel, ha jól sejtem, nincs vége a dolognak, mert hogyha most ez most láttuk, hogy ugye a hétvégén is, persze ennek objektív okai is lehetnek, a hétvégén is a WC-deszka volt ugye a mezeken, nyilván egy nap alatt ezt nem egyszerű átcserélni, ellenben, hogyha ez tovább folytatódik, ez a jogsértő magatartás, akkor most már a jogsértés megállapítása után ez forintosítható, és nagyon vastagon is foghat a ceruza. És annak, hogy ez volt a jogcím, ennek ez volt az oka. Nekem mindig gondolsz egyébként, hogy a következő fordulókban, nyilván ami már februárban lesz, milyen címmel fut ki a pályára a csapatot? Én azt gondolom, hogy semmilyennel. És hogyha jól emlékszem, mi a nagy D betűt se hordtuk egyébként a mezőnkön annak idején. És akkor sem volt probléma. Most, hogyha címmel nélkül fut ki a csapat és hasonló eredményeket írunk el, azért én nem nagyon fogok duzzogni egyébként. Ellenben azt gondolom, hogy ezzel közel nincs vége ennek a történetnek. Most csak annyit, hogy én azt látom, hogy mindenféle szinten, valamilyen módon, hogy is mondjam, kicsit politika nélkül, de minthogyha elkezdtek volna odafigyelni döntéshúzói körökben is arra, hogy itt valami nem stimmel. Világos. Hát ugye beszéltél az eredményekről, most is fantasztikus eredmény értetek el, ugye a felcsúti Barcelona ellen egy 2-1-es vereség, tehát ezért nem fogsz sírni akkor? Nem, egyébként, hát figyeljetek a Barcelona ellen, hogy egyáltalán tudtunk gólt lőni, azért az fantasztikus, nem? Tehát ugye azért szerintem ezért mindenki oda lenne.
A meccsen kapcsolatban egyébként nem volt egy rossz meccs, egyáltalán nem volt rossz meccs. A végén, igazság szerint a döntetlen az reálisabb lett volna a játékunk alapján. A végén volt egy elmaradt 11-es, de én azt gondolom, hogy ott igazából ez a szokásos magyar bírói képességeket mondja, tehát nem tendenciózus, csak egyszerűen hibázott a bíró, de ami ettől fontosabb, hogy pályafűtés ide-oda, mi az Istennek játszanak a játékosok mínusz pár fokokban a mérkőzéseket, hogy odafagyjon az ember egyébként a stadionban. Egy, kettő. Ha egyszer felcsúton van az a szerencsés szituáció, hogy van egy étteremszerű büfé, akkor miért az ajtajából tolják az asztalt, hogy lehetőleg a büfébe se tudjál megmelegedni, még csak véletlenül se, maximum a budiban. Egyébként a budiban nagyon jó bevezeti a hangot az épület, tehát lehet onnan azért szurkolni, kifelé nem tudom, hogy mennyire hallatszik. Hát ezek olyan jó kis vendégváró dolgok, köszönjük szépen, de ami ettől egyébként sokkal fontosabb. Az első gól, amit kaptunk, első gólt ott a gól szerzője, az egy majompáncot jött ki járni az útráink elé, ezzel cukkolva őket. A második góljuk szerzője pedig csendre intette a táborunkat. Most itt mi sokat beszélgettünk arról, hogy a játékosnak mit kell eltűrni és mit nem. Én azt gondolom, hogy erről lehet vitatkozni, mit tűrjönek és mit nem. De az, hogy kifejezetten ingerli, cukolja az ellenfél szurkoló táborát, az semmiféleképpen nem fér bele. És én azt gondolom, hogy innentől kezdve, hogyha rájuk szakad egy mázsa fosott a helyszínen, még akkor se vagyunk pariba, ugyanis tulajdonképpen ők kezdték ezt az egész dolgot, és ami nagyon fontos, teljesen megbízható forrásból tudom azt, hogy ez edzői utasítás volt. Na és ez rettenetesen súlyos. És egyébként ugye az a nagy darab nyelvtanár, az tényleg lehetetni már a lantot, elmehetne valamelyik, nem tudom, valami dzsunga országba, és akkor ott ez biztos elmegy, de ez itt, én tudatom vele, hogy ez itt Európának a része, még akkor is, hogyha sokan inkább Balkánnak vélik, úgyhogy hagyjuk ezeket, és legyen szíves, mondjon le, vagy nem tudom, vagy húzza le magát a WC-n, és egyébként köszönjünk el már ettől a végtelenül kretén embertől. Ennyit szerettem volna mondani a meccsről, de összességében hozzá kell tenni, a mindenféle körülmények mellett és ellenére jó volt a mérkőzés. Jó iram volt, kifejezetten jó volt mind a két csapat. Most hát az ősz után 5. helyen van az Újpest. Hogyan értékeled ezt a pozíciót? Tulajdonképpen realitás. Ez a realitás. Igazából ettől biztosan nem vagyunk jobbak. Rosszabbak meg lehetnénk, nagyon könnyen lehetnénk. Tulajdonképpen ugyanannyi győzelmünk van, mint a haladásnak. Jó, a haladásnak van 3 olyan győzelme, amit mondjuk én nem húznék be nekik, de ez egy más kérdés. Viszont azért tulajdonképpen ettől a haladástól, ami rettenetesen vérszegény, egy dologban különbözünk, hogy vannak döntetlenjeink, méghozzá elég szép számmal. Azért ez egy eléggé halovány és zsenge teljesítmény. De sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy igen, ez a realitás pillanatnyilag. Aztán lenne egy fontos kérdésem, ami nem feltétlenül tartozik mostanára az Újpesthez, de mégiscsak valamilyen szinten, az pedig Kabát Péternek a, mondjuk úgy, egy celebkedése. Ugye elment egy tévés műsorba, és ezért ennek az volt az ára, hogy a Győr csapatát ugye ott hagyja, mint profi a borúgó. És ugye azt nyilatkozta majd, hogy ha visszajön, akkor Újpest nélként várja valamilyen vezetői pozíció. Most csak kérdezem, hogy egyrészt hogyan tekintesz Kabát Péterre, mint ex-újpesti legendára, hogy elment celebkedni egy tévéműsorra, másrészt pedig mint vezető pozícióba Kabát Péter. És mi a véleményed Lupó munkásságáról? Hát én azt gondolom, hogy aki látta most ebben a műsorban a Pétert, az így látja, hogy szerintem csak ott 2-3 mondat alapján kiderül, hogy nem alkalmas semmiféle vezetőnek. Tehát most ezt így szögezzük le. Jó játékos, vagy jó játékos volt. Szerintem neki ott le kellett volna zárni ezt a történetet. Az, hogy Győrből eljött, azt egyébként jól tettem, mert úgy néz ki, hogy ott vagy igaz, vagy nem, de leginkább nem nagyon fizettek. Ő pedig azért szereti ezt a pénznevű dolgot. Nyilván most egy dzsungelba égetni magam, miért mennék el? Azért, mert szeretem a pénzt. De egyébként így én azt gondolom, hogy nem akarok erős szavakat használni, mert azért mégis egy nagyon-nagyon jó újpesti játékosról, volt újpesti játékosról beszélünk, de én égek helyette is az a baj, hogy, és hogyha ő
itt valami ilyesmi volt itt, amit én hallottam, hogy valami kapcsolattartó, vagy valami sport szakmai irányító kapcsolattartás a más csapattal, az MLS-szel, hú, tehát szerintem ne tartsunk kapcsolatot, tehát inkább akkor ne tartsunk kapcsolatot senkivel, ne csináljuk ezt. Én azt gondolom, hogy ez nem kell, és egyébként azért azt hozzáteszem, hogy amit a Péter tett Újpestért és Újpestért, ezt pedig nagyon szépen köszönjük. Tehát ezt így illik, azt gondolom. Kristóf? Hú, először is megnyugtattál, hogy az Újpestnél szeretne vezető lenni, és nem a Vasasnál, mert hogy ugye nálunk is volt játékos. Így van. És pedig igen, közkedvelt játékos, ugyanis az utolsó Vasasnál királyról beszélünk. Már ettől is tépném a hajamat, ha még lenne. De maradjunk annyiban, hogy egyébként meg... mindegy, szóval lényeg, hogy szerintem neki, ha bármilyen vezetői pozíció lenne, az valahol a büfé környékén kéne, hogy legyen, mert abból én is fogyasztanék, amit ő fogyaszt. Vagy a csapatbuszon lehetne. Ja. Csibu, ugye nálatok is megfordult egy szezon elején. Így van, és le is tette a névjegyét, és szerintem pont ez az oka annak, hogy őt elhívta a kémébe, mert hogyha ugyanazt csinálja majd, mint Harkivban, és betöri a lengyel főkonzulátusnak az őrbódéját, meg szétrugdossa, meg szétüti a szállodájának, vagy a szállásának a berendezési tárgyait, akkor az jó műsor lesz. Világos. Zoli, neked mi a véleményed erről az egész celebkedésről, hogyha mondjuk nektek ez egykori legendátok, hát mondjuk, hogy itt elmenne celebkedni, mit szólnál hozzá? Nekem ez nem újdonság, én tudom, hogy a lilák évek óta táncolnak, dalolásznak. Csiba! András, te hogyan látod ezt a helyzetet? Nehéz kérdés. Megmondom őszintén, én a média ezen részétől egy kicsit, ha nem is idegenkedek, de úgy kizárom az életemből. Tehát ez nekem semmit mondó. Én abszolút népbutító jelleggel, egy abszolút erre a fogyasztásra ösztönző, buta világot súlykoló, agymosó dolog, és aki már egy ilyenbe képviselteti magát, ugyan olyan természetesen gyűlöletet, meg semmit nem vált ki belőlem, de minden esetre nem posztereztem tele kabátfotókkal a hálószobámat azóta se, meg eddig se volt kint. De ez az ő dolga, menjen, hogyha akar. Nem tudom, hogy a feltűnés anyagi dolog, lehet, hogy jól jön neki a pénz, tehát nem tudjuk, hogy mi van a háttérben, lehet, hogy kapcsolatokat akar építeni a médiába. Ez ma nem könnyű, szóval, hogy neki érvényesülnie kell valahogy azután is, hogy a futballt abba hagyja, nyilvánvalóan, mert még azért 30-40 évig élni akar valamiből. Lelke rajta, mindenki arra megy el, meg annak adja el magát idézőjelesen, amire ő gondolja. Én biztos, hogy nem mennék el. Engem nem hív senki nyilván, de... Józsi, én sejtem, hogy nálad is a kabát pószterek az, ami a falat alkotják, de hogyan vélekedsz erről a dologról? Hát először is szerintem Kabát Péter nem legenda, itt Fazekasz László, ő legenda. De semmelyik csapatnál sem lehetne legenda egy Kabát Péter, szerintem. A celebkedés, vagy ez ebben a műsorban, amit mondtál, én nem nézek ilyeneket, az első szeriát ugye megnéztem ilyenekből, de nem vagyok kíváncsi, egy igazi agymosó hulladék, amiben aki elmegy, az saját magát minősíti. Úgyhogy nekem ez a véleményem. Benne, hogy a viszont aki itt szerepel. Ja, hogyha ide jön, az így van. Kabát Péter, szívesen látjuk egyébként, ja, arról van szó. Szerintem tudnánk feltenni egy-két érdekes kérdést. Na, de hogyha a vezetői pozíció... tudjuk fizetni. Ja, igen, az igaz. Szóval vezetői pozíció... az egyik vezetőedző elveszítette a pozícióját, ugye Erik van der Meer, a Honvédnak a vezetőedzője, aki még a meccs után azt nyilatkozta, hogy negyedik helyezett a Honvéd, a tavalyi bajnoki cím után ez a negyedik hely kifejezetten jó helyezésre tekinthető, majd a meccs után megtudta, hogy távoznia kell. Hát ugye volt itt csak több mindenkivel itt a Honvéd kispadján, és hát ugye már a Honvéd szurkolók is úgy üzentek neki, hogy go home. Mit gondoltak erről az esetről, Szabolcs? Én azt gondolom, hogy ott a Honvédnál tavaly kialakult egy játékstílus, gyakorlatilag ugyanaz a keret ment tovább erre az évre, és ehhez a stílushoz, amit viszont az új edzőjük próbált megcsinálni, erre vagy ők nem voltak alkalmasak, vagy az edző nem tudta, vagy egyáltalán nem is akarták ezt a játékosok. De egyébként miért akarták volna, hogyha egyszer az látszott, hogy tavaly az egy sikeres sem működő csapat volt, miért kellett volna változtatni feltétlenül.
És azt gondolom, hogy ott valószínűleg ilyen fegyelmi kérdések is lehettek aztán ebből a dologból. Nem tudta, ez nagyon fontos, hogy az edzőnek mindig egyfajta ilyen vezérűrűnek is kell lenni. Valószínűleg ezt nem tudta meglépni az edző. Egyébként pedig Hemingway úr valójában nagyon jó időben lépett. Igazából, ha ő lépni akart az eredmények meg a kialakult helyzet miatt, mert azért mégiscsak ott vannak a negyediken, tulajdonképpen dobogó esélyesek, akkor ezt most kellett meglépni. Az egy jó időben lépett. Igen? Szakmai. De alapvetően szakmai problémák voltak. Az, hogy jó időben lépett, ez igazából nyilvánvalóan nem kérdés, de azt látnia kellett volna előre, hogy egy holland edző az egészen más játékstílus fog játszatni a játékosaival, mint egy olasz egyébként, és hogyha meg nem tudta előre, akkor meg se kérdezik, hogy mire számíthatunk tőle, de majd Józsi elmondja az övéreimét. Hát igazán nem tudom, hogy a hátterét nem tudom a dolgoknak, mert az biztos, hogy amit a Rossi ott fölépített egy évek alatt, azt nem lehet egyik pillanatról a másikra átállítani, illetve át lehet, csak ahhoz olyan játékos állomány kell. Nem tudom, hogy kérte erősítést vagy más játékosokat a tulajdonostól, de ha nem kért és ezzel próbálta meg, akkor az az ő saját hibája. Egyébként nem volt egy szimpatikus figura. A másik az, hogyha valaki a saját munkáltatóját egy harmadik médiumon keresztül támadja, ahelyett, hogy vele beszélné meg, az nem túl etikus, még a ugye nagyon civilizált mondott nyugati futballban sem. Én úgy gondolom. András? Nagyon nehéz ügy, mert valaki a Nemzeti Sportban láttam, hogy a Leicesterhez hasonlítja kicsit a Honvéd sztoriát, azért meglepő volt az is, hogy tavaly meg tudták nyerni a bajnokságot, és a Rossi pont nagyon passzolt, mind a karrierének a státusza, hogy ugye még effektíven nem volt felkapott, idejött valahonnan, ki tudta fizetni a Hemingway-t, mert ott nagyon szűk keretszett a Honvédnál a fizetés, tehát a Hemingway nem ad komoly fizetéseket, és most is olyat akart idehozni, akit azért ki tud fizetni, én biztos vagyok benne. Tehát ez egy nagyon nehéz dolog így választani nyilvánvalóan, és szerintem körülbelül itt van a Honvéd helye egyébként. Tehát ilyen negyedik, háromtól ötödik hely, mert az első kettő az teljesen egyértelmű szerintem, és a harmadik helyen most megérdemelten tanyázik a Debrecen. Én nem vagyok benne biztos, hogy a Rosszival megint bajnokságot nyertek volna, vagy pedig dobogóért harcoltak volna. Ezt nyilván már sose tudjuk meg. Igen, de abban szerintem is igazad van, hogy a Honvéd játékos kerete az nagyjából ennyire képes. Egyébként is az teljesen egyértelmű, Rossi tavaly többet hozott ki a csapatból, mint ami abban a csapatban lenne volt. Igen, és még egy dolog, igen, teljesen egyetértek veled, még egy dolog, hogy nagyon érdekes, hogy most a Dortmundnál is ugye edzőváltás volt, nyilván semmilyen szinten nem lehet párhuzamot vonni a Honvéd meg a Dortmund között, csak egy érdekes dolgot olvastam, hogy a klub tulajdonos, illetve a klub igazgató még három játékost is meghívott, mielőtt egyeztettek, hogy ki legyen az új edző személye. Tehát ez szerintem állati fontos magát azt nézni, ezt a mentalitást, hogy mennyire arra, hogy nem az, hogy eldöntenek valamit felülről, és ráerőltetik a játékosokra, hanem úgy fognak tudni együttműködni, hogyha az igenis a főbb játékosok, a csapat gerince egyetért azzal, és szívesen fogadják azt az edzőt. Tehát ez valami baromi fontos dolog, és ezeket a kis apró dolgokat, ezeket magyar szinten is meg lehetne szerintem tanulni, hogy igenis ki kell kérni a játékosok véleményét, ők fognak vele dolgozni. Ez olyan, mint hogy egy részlegvezetőt kimenezek a gyárba, mint gyártulajdonos, de mindenki utálja a részlegvezetőt. Az a lényeg, hogy egy szimpatikus arcot kell odavinni, aki egy lendületet ad a csapatnak, és ez nem kerül pénzbe, hogy megkérdezzük a főbb játékosokat, mondjuk így. Egyetértek veled. Ha és amennyiben a játékosok, vagyis a játékos keretnek a 95%-át meg akarjuk tartani, és nem arról van szó, hogy nagy változásokat akarunk végezni a keretben, de Szabolcs is elmondja a véleményét. Hát igen, ugye megint ez a koncepciótlanság tényleg, mert ugye ahogy elhangzott, hogy egy olasz után egy holland edző nyilvánvalóan mást fog játszatni, az meg megint egy más kérdés, ugye, ami szintén elhangzott, hogy hát persze, ugye valószínűleg úgy történik meg a kiválasztás ebben az esetben is, hogy kell egy olyan edző, akinek azért valamennyi neve van azért, de gyakorlatilag ingyen ide fog jönni, vagy lehetőleg kevés pénzért. És nyilvánvalóan ez egyik olvasat, ez egy felelős gazdálkodás, a másik olvasat viszont egy felelőtlen sport szakmai koncepció. Józsi? Hát én két dolgot mondanék, hogy most nem tudom, hogy a weboldalunkra, vagy a Facebook oldalunkra jött egy komment ukrajnai magyar nézőnk, vagy olvasónk, aki azt mondta, hogy náluk vállalt munkát ez a
Van der Mer, és semmit nem tett le az asztalra, ugyanolyan agresszívan viselkedett, mint ahogy itt. Isten igazából nem volt számottevő eredménye. A másik az, hogy a Magyarok a Barszáért című filmben érdemes megnézni, hogy a Barcelonának az elnöke hogyan választ edzőt. És akkor most itt nem fogok ebbe belemenni, meg kell nézni a filmet, és tehát ezt a mintát kéne átvenni. Nem csak az, hogy a játékosokat kérdezik meg, hanem az, hogy egyáltalán beleillik-e a klubnak a filozófiájába az edző, nem pedig a pénz számít. Úgyhogy ez lenne a véleményem. Kristóf? Én meg csak arra reagálnék, Józsi, azt mondod, hogy a Barcelona hogy választ edzőt, én meg azt mondanám, hogy a Barcelona hogy választ elnököt. Úgyhogy az állandó tagok megszavazzák, hogy ki lehet az, ami azt jelenti, hogy ki kell szolgálni a szurkolókat a Barcelona vezetésének. Igen. Nem hiába, hogy mint a klub egyébként a Barcelona, nyilván vannak neki jó fejszurkolóik is. Vannak ellenszurkolóik is, egyébként itt a brigádon belül is akad egy-kettő. Na, de minden esetre visszatérve a Kispestre, ugye 1-0-ra nyertek Pakson, ezzel a negyedik helyük akkor megvan egyelőre. Ugye a haladás meglepetésre 1-0-ra megverte a videótont, hát a mi vidének nem feltétlenül jött jól. A Balmazújváros mezőkövesd egy unalmas 0-0 volt, és akkor jött egy másik mérkőzés, Diós Győr Debrecen, ugye 5 gól, 3-2 a Diós Győrnek, és van még két kiállítás is. Nagyjából így lehet összefoglalni egy kis cigányozásra megfűszerezve. Zoli. Én nem tudok erre most mit mondani, ez a cigányozás most megfogod. Beszéljen Csibó először szerintem. Hát, hogy már úgyis kikaptunk, akkor megadod az elejét, hát nem biztos, hogy ez olyan jó dolog, mert nagyon sok minden van, amit szeretnék elmondani a meccsről. Nem titok, és ezt a nézőknek mondom, bár ti már egyébként látjátok, meg tudjátok, hogy a belső beszélgetésünkben is pörgött mindenféle esemény. És hát az eddigi nagyon jó Diós Győr és Debrecen kapcsolat, nem feltétlenül azt mondom, hogy megszakad ezzel, de hát nagyon nagy csorbát szenvedett, és mindkét fél különböző fórumokon is kinyilvánította azt egyébként, hogy hát nem feltétlenül baj ez, hogy az eddigi semleges viszonynak annyi. Hát a mérkőzésre rátérve, azt mindenképpen el kell mondanom, hogy amit a pályán láttunk, az alapján én, ha nem is nagy örömmel, de gratulálok a Diós Györgynek, mert olyan játékot hoztak az első fél időben, ami tényleg egy szinten magasabb volt az aktuális DVSC játékosok játékánál. Az, hogy még mi történt a pályán, milyen volt a bíró, hogyan viselkedtek a Diós Győri játékosok, szurkolók, arra már nem tudom, hogy mennyire tudok hát tűrhető és normális szavakat használni. Megpróbálom egyébként úgy, hogy ne sértődjön meg senki, de én úgy érzem, hogy a Diós Győrieknek akkora arca lett mostanában, mint az edzőjüknek, aki folyamatosan minden mérkőzés után magyaráz, hogy így bíró, úgy bíró. Hát most meg kéne nézni, hogy Herceg András mennyire magyarázott, holott két piros lapot is kapott a DVSC, lehet arról beszélgetni, hogy melyik a jogtalanabb ítélet. Szóval be se férnétek az ajtón, akkor arcotok lett hirtelen. Most azzal, hogy 8 év után legyőztetek minket, elég lenne, hogyha csak szimplán örülnétek neki, nem kell feltétlenül mindig az ellenféllel foglalkozni, mert szerintem ezzel saját magatokat írjátok le. Hogyha olyan isteni az edzőtök egyébként, amennyire gondoljátok, olyan, akkor hogyan lehet, hogy több vereségetek van, mint győzelmetek? Meg mikor voltatok utoljára bajnokok? Tehát azért ezen is el kéne gondolkozni. Kapunk két teljesen érthetetlen kiállítást, a Diós Győr játékosinak vergődését kell néznünk, a szurkolóik hosszú évek után először elkezdenek minket cigányozni, nem is értettük ott a vendégszektorban, hogy mi történik, még az útrán kicsit is csak lestek, hogy ez most micsoda. Voltak útrán? Aztán voltak, bizony voltak. Többen voltak minden esetre, mint az Alegerszeg meccsen. Szóval Herceg elismeri az ellenfelet, nem bírózik, holott ezt megtehetné, de hát azért látszik, hogy ő viszont egy szinten feljebb van, mint Bódog. Zoli, most komolyan kérdeztek. Hagyj mondja. Komolyan kérdezlek téged, Zoli, hogyha egy ilyen győzelem után
most őszintén, hát nagyobb bulit csaphatnátok, mint bármilyen falunapon. Most miért kell ez a hisztia, nem csak tőletek, hanem az egész csapattól, meg szurkolóktól, jönnek át a Loki oldalra, és akkor ott is hisztiznek, pedig nyertetek 8 év után először, lehet, hogy soha többé nem is lesz ilyen, és egy ilyen csapatnak vagy a szurkolója, aminek vagy most még stadionja sincs, tehát most őszintén nézzetek magatokat, hajléktalanok vagytok hozzánk, jöttök. Jó gyerekek, ebből nekem eljön, most ti meg hallgatólagosan nem szóltok közben, nem folytjátok bele, jó a gyerekek, majd jövő héten találkozunk, szevasztok. Ez most mi volt? Ilyen sem volt a visszatörténet. Még meg se hallgatta, hogy végigmondjam. Ez most... Pedig most jött volna az a rész, hogy a Paksnak is becsókolhattak volna, hogy nem kaptak ki az MTK-tól, mert különben más tabellát kell nézniük, Budaörssel, Csákvárdal, meg Kisvárdával. Szóval ja, hát... szerintem elment falunapot tartani. Na hát akkor pedig szerintem térjünk át másik meccsre, vagy nem de tudom. Engem érdekelne egyiket, amit a Zoli visszatér addig, engem érdekelne. Itt külön említette hát szedjétek vissza, hát. Tehát külön említette a játékosokat, a szurkolókat és az edzőt. Tehát mindenki úgymond Debrecen ellenes volt, azt mondod? Hát nem tudom, most szerintem beszéljünk addig másról, amíg nincs itt Zoli, mert... András is nekem egyébként, hogy ő szeretne azért volt. Hirtelen volt. Nem tudom, olyan kár elrontani egy ilyen meccset egyébként bármivel. Tehát én a második félidőt azt úgy láttam, meg utána megnéztem a gólokat, szép jelenetek voltak, hajtós meccs, a Diósgyőr tényleg egy támadásra játszó csapat egyébként, tehát hogy úgy jó focit játszanak, szerintem a Bódoggal nincs baj, tehát így nagyjából látja, elég objektíven látja a dolgokat. Hát ott ki lehetett állítani a Jovanovicsot, második sárgát lehetett adni a Palinak, szerintem, aki kapta, simán, tehát én néztem a tévébe. Ne arra, hogy egy ilyen verekedésben nem megy bele profi játékos, amikor lefújják a meccset, és a közönségről pedig tudjátok a véleményemet. Szóval ami már egymás sérgett... De nem második sárgát kapott, hanem egybe pirosat. Nem, két sárgát kapott. Aha. 4 percen belül kapott két sárgát. Nézd, hogy 4 percen belül kapott két sárgát a Pali. Érted? Teljesen értem. A Ferenciről beszélsz, vagy Jovanovicsról? A Ferenciről, a Ferenciről. Ja, azt hittem, hogy még az alokapok alatt az ütés. Érted, meglegyintett valakit. Na most hát jó, de láttad a jelenetet, hogy mi történt a második sárgánál? Igen, utána vissza lehetett, utána ki is emelték, szóval, hogy az fönn volt a neten egy az oké, de akkor most miről beszélünk? Hát megpaskolta az arcát, hát nem szabad, nincs fizikai kontakt, érted? Szerintem kevered a két játékost. A Jovanovics megpofozta az ugrát. Igen. És aki piros. Meg oda ment lögdösődni, aki nem akadt érte semmit. De az egy piros, de az egy piros lap, mert nem ütök meg senkit, de most figyelj, ez egy bírói dolog. Én úgy gondolom, hogy a szurkoló táboroknak rohadtul dolga, hogy visszafogják egymást, sportszerűen szurkoljanak. Tehát ezt el szoktam mondani minden meccsen nagyjából, és az tényleg példaértékű volt egyébként, ahogy a Herceg nyilatkozott utána nyilván. A Bódognak nem hallottam a nyilatkozatát, de a Bódog az egy alapvetően normális Pali, szóval én nem hinném, hogy annyira sportszerűtlen lett volna. És tényleg tök fontos lenne, hogy egy ilyen jó meccs után, ami egy értékelhető meccs, és hát tényleg le a kalappal, mert a Debrecen is ment még 10 emberrel is, ugye a kiállítása csak a végén volt, az nem szabadna, hogy a szurkolótáborok között ilyen legyen. Ez egy barát, ez egy játék. Emberek, jöjjünk már rá, hogy ez egy játék, ez egy fesztivál. Ezt kéne, hogy legyen a hétvégén a Haba tortán. Ne arra, úgy... Hát olyan... most alig mehettek volna a falunapot tartani, fesztiválozni. Na mondjad, hogyha már nem a másodosztályt nézitek, hanem az elsőt, hogyha már lehiggadtál. Na, hogy... Jó, srácok, most komolyan, most ezzel jössz nekem, hogy Herceg így, meg úgy. Hát Herceg, jó, kiutatott titeket mindenféle nemzetközi ligába, ahol sikerült 0 pontot összegyűjteni. Nektek egyébként, tehát tényleg ez jó, meg tényleg nem a múltba éltek, mert mindig ezzel a bajnoki címekkel jöttök, hogy mennyi van a Diósgyőrnek, meg hogy, meg mind. Hát gyerekek, mi nem címeket szeretünk, mi szeretünk egy klubot, és nem is akarunk másra szeretni, hogy cigányoztunk, hát na most ez van, hát az a baj, hogy nem tudjátok eldönteni, hogy a Videótonnak vagy a Debrecennek szurkoljatok. Nekünk ez a legnagyobb problémánk. Éltetitek a Videóton, hát miért nem a saját csapatotokkal foglalkoztok egyébként? Egyébként meg lehet itt büszkének lenni a Debrecenre, csendben üldögéltek a meccseken, meg minden, meg jöztök 80-an idegenbe, tehát most erre mit mondjak? Mi utazunk ezren, jöztök ezzel, hogy ezren voltunk hazai meccsen. Hát elutazunk ezren, ez egy utazó tábor, tehát én nem tudom most ezt. Nyertünk, le kell nyerni a BK-t, van ilyen, hogy mi nyerünk. Jó, nem számított rá senki, de most a Diósgyőr nyert. Azt kell mondani, hogy gratulálunk, és akkor mindenki legyen boldog, és menjen haza. Jó, akkor most jó. Csibu előadta ugyanazt a performance-t, amit te. De én azt mondom, hogy igazság, urak, ez a műsor pont azért jött létre, hogy ne mindenki a címeire mutogasson, mert akkor szerintem Józsi az, aki mindenkit letarolhatna, de ő soha nem hozta még elő például az, hogy hány bajnoki címe van a Ferencvárosnak, vagy hogy mennyi van az MTK-nak,
Hát erről most felmegyek a Facebookra, gyerekek, nyerünk egy meccset, érted? És akkor azt olvasom a Lokiblog Facebook oldalán, hogy mondjátok meg a Diósgyőri parasznak. Hát mit mondjanak meg? Hát mondják meg, hogy gratulálunk. Mit kell megmondani? Hát, hogy gratulálunk, de azért ne cigányozzatok. Mert én azt mondtam, mielőtt nem voltál itt, hogy tök szimpatikusan játszotok, meg támadó futballt, és ez egy fiesta kéne, hogy legyen, és nem egymást szídni, meg nem kikelni magunkból, meg tényleg nem erről kéne, hogy szóljon, úgy gondolom, bár tudom, hogy nem te fogad kerítését hagyták el ezen szavak. Az a baj ezzel, srácok, hogy nagyon sokan válaszok kettő, vannak az ultrák, meg vannak az oldal lelátó szurkolók, és sokszor az oldal lelátó szurkolók nem tudják, hogy az ultrák mit miért csinálnak. Mindig van valami oka annak, hogy mondjuk az egyik tábor beleáll a másikba. Honnan tudjátok, hogy meccs előtt nem volt valami olyan esemény, ahogy lehúzgáltak valakiről egy diósgyörmest, vagy egy sálat, levettek valahol az utcán, tehát nem tudjátok a háttér információkat. Így most persze nyilván rosszul esik, hogy az 5.-6. percben szidja az egyik tábor a másikat, de hát ez előfordulhat, de mondom, nem tudjátok a háttéreseményeket, de visszajött Csibu, úgyhogy átadom neki a szót. Jó, nem, még ne Csibu jön, hanem Szabolcs jelentkezett. Igen, úgy látom, hogy itt kialakulóban van egy jó kis nexus. Egyébként szerintem erről mondjuk a Józsi meg én valószínűleg mi tudnánk a legtöbbet mesélni, hogy kell ezt úgy csinálni, hogy mi nem nagyon szeretjük ugyan egymás csapatát, viszont azért jóba tudunk lenni, és nagyon, nagyon sokan a két táborból jóba tudnak lenni. Persze a meccs az más, az természetesen ott azért nincs ilyen nagy haverkodás, de azt gondolom, hogy most én olyan jeleit látom nálunk például, hogy, illetve hát a Fradinál szint úgy, hogy mi ezt le tudjuk viszonylag normális keretek közé korlátozni, és szerintem ebben egy normalizálódás van, és persze lehet, hogy ennek van egy ilyen organikus útja, hogy ehhez marhára most össze kell veszni, vagy össze kellett valamikor, ki tudja, hogy mikor, és akkor majd ez majd így kezd normalizálódni. Hát most lehet, hogy pont ennek vagyunk tanulni, most a Diósgyőr Debrecen Diósgyőr nexusban. Akkor hagyj ragadjam el a szót, bár látom Józsi lenyomott egy egyest, hogy hagyj világosítsalak fel titeket, hogy most jól megszivattunk titeket egyébként. Úgyhogy ezt mi jó előre megbeszéltük Csibuval, hogy el fogjuk játszani nektek. Mert körülbelül az interneten egyébként ez köszön vissza, és ezt olvassuk mindenhol, és néha már lehet, hogy mi is egy kicsit jobban belebonyolódtunk ebbe a dologba, mint kellett volna, de most egy kicsit ízelítőt kaphattatok az internet pöcegödréből, hogy mi megy most ezután a meccs után, amiről egyébként tényleg érdemes beszélni, és fogunk is majd mindjárt. Úgyhogy jó, valaki az arcotokat, kár, hogy a többiek arcát nem láttuk a kommentzónában, de nekem írt a Balázs először, hogy röhög, aztán, hogy most ez komoly, most ez nem a műsor része volt. Hát, a kommentzónában elszabadult a pokol, tehát olvasd vissza. Ugyanez megy. Oké, a két trollfésznek köszönjük szépen. Józsi. András ki is lépett egyből. Te saját magadtól sértődtél meg, mi, hogy rájött, hogy MTK-s vagy. Nem beszúrhatom. Oké, nyugodjunk meg, nagy levegő, Józsi. Hát végül is, tök jó, ezt, én megettem ezt az egészet, bár nem gondoltam el a két ilyen intelligens pali összeveszik, de mindesetre jó röhögés után egyből csörögtem a Zolinak, hogy most mi a bánat van. Na tehát én úgy gondolom, hogy igazam a Szabolcsnak, mi ezt így a Fradi Újpest vagy Újpest Fradi kapcsán nagyon jól tudjuk kezelni. Én például nem tudom, hogy olvastátok el, Szabolcs szerintem biztos ugye, csapatát érinti, vagy az enyémet, a Ferencvárosi koktélt, ugye Moldova Győrtől, aki nem volt egy Fradi drukker. Én fradistaként jókat szoktam rajta röhögni. Egyébként innen ered például a zöld majom és lila majom. Na mindegy, majd ezt egyszer mondom. Okay. Gratulálok, fiúk, engem sikerült átverni. Szabolcs? Zseniális volt, teljesen szuper a dolog. Egyébként csak akkor mondom, hogy egy kicsit folytassuk, hogy összeült a világ divat tanácsa és a színtanács, nem tudom, hogy tudjátok-e, ez egy kis színes, megszavazták a jövő év színét. Ugye ez a lila lett. Zseniális. Most megtudtam így utólag, hogy ennek az évnek a zöld volt a színe. A zöld volt a színe, igen, valamiért. Világos, jó. Ezek a színek egyiket általában csak hölgyeknek szólnak, na de mindegy. Szóval akkor térjünk vissza akkor a meccsre.
Zoli, a te nézetedben hogy nézett ki ez a dolog? Jó, megyünk sorba majd szerintem, és én hagyom, hogy majd Csibu reagáljon, mert attól függetlenül, hogy ez egy vicc volt, nyilván sok mindenben nem fogunk egyet érteni, de a lényeg az, hogy először is tök jó meccs hangulat volt, függetlenül attól, hogy volt egy kis szidalom, arról elmondtam a véleményemet, hogy a háttérben volt egy olyan dolog, ami miatt ez kirobbant, ezt most egy kicsit felejtsük el, mert ez ment oda-vissza is. Tehát attól függetlenül jó foci hangulat volt, szerintem végig szurkoltak a Loki szurkolók is, meg a mi szurkolóink is elég jó hangerővel tolták. És először egy kicsit beszélünk az M4-ről, tehát az M4 megkérte, hogy 4-től legyen a meccs, tehát eltolták 4-re a meccset, és a klubvilágbajnokság döntője, vagy mi volt, nem fejeződött be, és a hosszabbítás miatt úgy döntöttek, hogy akkor mégse adják a meccset, hanem majd online kitolják, és akkor majd átkapcsolnak. Most az online kitolták a linket, de nem működött. Tehát így kb. Mindenki nézte a Casablanca, mit tudom én, milyen klubvilágbajnoksági döntőt, ami szerintem rohadtul nem hozott olyan nézettséget, amit mondjuk a Diósdörloki meccs hozott, de mégis várni kellett egy ilyen 20 percet, hogy akik a tévén akarták nézni a meccset, azok így be tudjanak csatlakozni a közvetítésbe. Tehát ez ma Magyarországon az N4 sport közvetítése. Tehát így konkrétan... Úgyhogy van mellette, vagy 10 másik sportcsatorna, meg van saját tehát a magyar tévének is van egy csomó csatornája, ahol oda át lehet addig tolni. És akkor, de mondjuk tolták volna akkor 4:30-ra, hogyha azt tudták volna, hogy itt lehet hosszabbítás ezen a klubvilágbajnokságon, de ez eszükbe se jutott. Tehát itt elcseszték ezt a közvetítést. Pont szóval... mondtad ki a kulcsot. Ugye az volt a baj, hogy a klubvilágbajnokság nem hozott nézettséget. Hát így viszont nézték az emberek, mert azt várták, hogy mikor kezdődik már az a mérkőzés, ami tényleg érdekli őket. Mielőtt a meccsre rátérnénk, én is mondanék két dolgot. Ami nem a tévénézettséget fogja csökkenteni, meg nem azt csökkenti, hanem a meccsajárás csökkenti. Két nagyon súlyos dolog. Az egyik az egész héten át tartó jegymizéria. Azt már megszoktuk, hogy Mezőkövesden, akikhez látogatunk, vagy akik mennének Mezőkövesdre, ezt több csapat átélte, kevesebb helyet biztosítanak, mint amennyit egyébként a vendégszektor elbírna, és hiába férne el 600-700 ember, ehelyett csak 200-300 egyet nyitnak meg. Ez egy dolog, ezt már megszoktuk, oké. De az, hogy a hét elején, vagy amíg a hét végén egy héttel a találkozó előtt fele áron van a jegy, aztán aki már a hét közepén venné, az már kétszeres áron, vagy már háromszoros áron kapja meg a jegyét. Tehát én még 500 forintért vettem jegyet, mert most nem a média, vagy nem a sajtószektorba mentem, hanem a vendégbe, és aki már szerdán vette, az már 1200 forintért jut hozzá, az szerintem röhelyes dolog, és az már nem elsőre történik így az MLS rendszerében. Az, hogy két napig azt jelzi a jegyvásárló rendszer, hogy minden jegyelket, tehát akkor aki tényleg szeretne menni a mérkőzésre, és rákattint, és szeretne jegyet vásárolni, mert még kártyája is van, mindennel rendelkezik, tudja, hogy hogy van, és azt jelzi neki vissza a rendszer még szerdán is, hogy teltház van, akkor az hogy menjen a meccs, és hogyan tervezzen előre egy szombat délutáni programra. Tehát amíg ezekben a technikai kérdésekben nem lép előre az MLS, addig itt ne várjuk azt, hogy több szurkoló lesz a pályán. Egyébként mondjuk a debreceni részről hallottam azt is, hogy értelmetlenül... megmotozták őket, meg megzálták így ott van, a biztonságot. Így van, ez a másik dolog. Énnek szerencsére kimaradtam a magyarózásból, meg a hátsó fertály széthúzásból, de volt olyan előttem, akinél ez megtörtént. Nekem csak a térdemet rogyasztották be, hárman belenéztek, meg átkutatták a táskámat, a zsebeimet, kivettek a zsebemből mindent, majd ők pakoltak a zsebembe vissza. A hajamat próbálták letépni, nem, mert paróka is alatta van valami, benyúltak a hátamba a póló mögé, hogy ott mi van, a cipőm oldalába beletették a kezüket, tehát úgy kezeltek minket gyakorlatilag, mint hogy a bűnözők lennénk. A parókára már én is rá akartam mellett kérdezni egyébként. Ugye mire jó? Én ezt az összeset, értettem, de ez a lábrogyasztás, az ott mi derült ki? Nem tudom. De gyakorlatilag az történt, hogy szembeálltam, így szembeálltam, kiszét kell tennem a karomat a biztonsági őrnek, vagy a biztonsági embernek, és az azt mondta, hogy forduljak meg. Már itt elkezdtem gyanakodni, hogy itt valami baj van, bár csak azt kéne, nem mondta, hogy hajoljak előre, mert hát ő úgy megoldotta a dolgot, hogy akkor így hátulról a térdével gyakorlatilag az én lábhajlító izmomba belerugott, nem úgy, hogy fájjon, hanem csak annyira, hogy gyakorlatilag ilyen térdelő, a bokorba szaró pózba kelljen lennem. Ismeritek azt a számot, hogy ball to the wall? Ja. De elkezdődött a meccs, és a Diósdőr olyat nyitott, hogy szerintem nem csak nekünk, hanem az ellenfélnek is leesett az álla,
és nagyon jól játszottunk, és a hétközben született egy cikkem, amiben így a játékosokat egy kicsit kiosztottam, hogy azért a tűz az hiányzik belőlük, meg jó lenne, hogyha visszaköszönne a pályán az, ami mondjuk a lelátó van, és rettenetesen rám cáfoltak, meg olyat nyomtak az első fél időben, hogy tényleg én sem nagyon láttam, még talán a legelső meccsünk Boldoggal a Fradi ellen, az volt hasonló, hogy így nem hagytuk élni az ellenfelet, és mindig ott voltunk. Egyetértek, olyan letámadó taktikával jöttetek ki, hogy egyszerűen nem tudtunk, tehát le voltunk maradva folyamatosan egy ütemmel, nem tudtunk normálisan passzolni, nem tudtuk, hogy hova játszunk, mit csináljunk, rugdoltuk előre a labdát, annak is örültünk, hogy valahogy bepattogott szerencsésen egy gól Takács lábáról, az hozta vissza csak a reményt, de abszolút mi is azt éreztük, hogy ez a Diós Győr, ma nem, hogy 2-0-ra fog nyerni a végén, hanem sokkal több gólt lő. Szerencsénkre nem bírták az iramot, ez volt, amiben bíztunk. Ott amúgy annál gólnál ott Antalt hibáztattam először, meg sokan őt hibáztatták, de azért azt úgy látni kell, hogy így nem esett le az összesen a labda, tehát hogy ott vannak magas védők, ott mindenki meglepődött, hogy ott leesett a labda, még talán Takács is meglepődött rajta. De pont ezért jöhetett volna ki az ötösre, hiszen a rövidre jött a labda, lehetett rá számítani, nem tudom egyébként, hogy mennyire kapus hiba, de azt gondolom, hogy egy jobb kapus tudta volna védeni. Ugyanezt gondolom egyébként azokról a gólokról, amiket Novota kapott, hogy bár közelről jött a lövés, meg középre ment a fejes, és nehezen védhető, és azt se fejtelen mondom, hogy mondjuk nagy fogta volna, de egy jobb kapus elképzelhetőnek tartom, hogy tudott volna fogni egyébként hasonló módon, ahogy Antal hárított a Ferenci lövését hatalmas reflexzel, az is középre ment. Egy rosszabb kapus nem tudta volna megfogni, és nem mondanánk azt, hogy kapus hiba volt, de ő pont akkor jó reflexzel hárított. Nekem a Novotánál az volt fura, hogy a második gólunknál a kezét se tette fel. Tehát így néztem, és mondtam, hogy legalább a kezét feltette volna, tehát így megpróbálhatta volna, de így egyáltalán így semmi. Egy ilyen nulla mozdulatot tett annál a fejes gólnál, ez fura volt. Na mindegy, de ugye lement az első fél idő aránylag normálisan, de a végén ott balhé volt a szünetben, ezt nyilván máshogy látjuk majd Csibuval, de itt az volt a probléma, hogy a Ioannidist azt hátulról Achillesen rúgták, ott ő összement, Achillesen rúgták egyébként, mert a visszalasításban ezt lehetett látni, az azért fájdalmas. És akkor a Loki vitte tovább a labdát, és hát ez volt a nagy probléma, valószínűleg, hogy ők nem rúgták ezt ki, hogy ápolják a játékosunkat, nem tudom, de én azt gondolom, hogy ebből alakulhatott ki a lefújás után egy olyan vita, aminek a végén a Jovanovics lekevert egyet Ugrainak valamilyen szinten, egy ilyen füleszerűt legyolt neki. Igen, de nálunk Nono ezért 4 meccses eltiltást kapott. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ezek a profi játékosok, hogyha hogyha én meg is próbálom belőle kihozni az állatot, ezt neki kontrollálnia kell, hogy basszus, nem hozom a csapatomat hátrányba, mondjon, amit akar, leszarom, elsétálok, és akkor, de tök megszivatta a saját csapatát. Bár nyilván a Loki játéka a második fél időben olyan volt, hogy nem lehetett látni a hiányát, De azt gondolom, hogy egy profi ne csináljon ilyet. Bármit is szóltak be, mert nyilván nem azért ütött oda, mert senki nem szólt semmit, de ne csináljon ilyet. Tehát, hogy... Na akkor én is mondom az én verziómat. Egyébként többnyire szerintem egyezni fog. Aki nézte a mérkőzést, nekünk legalábbis a helyszínről egyértelmű volt, nagyon sok olyan ítélete volt a bírónak, ide is, oda is, ahol vagy lefújt olyan szabálytalanságot, ami nem volt az, vagy olyat, ahol például Ioannidis esetén is, ami szabálytalanságot is tovább engedte, és Ioannidis esete előtti pár percben több olyan szituáció volt, amikor a DVTK-nak engedte tovább a labdát, hiába esett össze egy debreceni, tehát ide-oda ítélt össze-vissza a játékvezető. Ioannidis összeesett, ment tovább a támadás, de, és ez egy nagyon fontos pillanat, kiment a labda az oldalvonalon túlra, és ekkor a játékvezetőnek van lehetősége megállítani a mérkőzést, a játékosaink nézték is, nem állította meg a mérkőzést, akkor ők mentek tovább, mert tudták, hogy fél perc van hátra. Emiatt nem tudom én kárhoztatni őket. Egyébként mondták többen, hogy hozzam fel azt az esetet, amikor Brukovic pont a fordítottjával a Diós Győr ellen kapott egy rugást, nem állt meg a játék, és egyébként Brukovic abba bele is sérült. Ioannidisnál az volt a furcsa, hogy ő egyrészt meg sem sérült, tehát mondhatni játszott az eszét, másrészt egy Diós Győr játékos sem ment oda, hogy hé, haldoklik az emberünk, állíts már meg a labdát, és nagyon jó opciónak látták azt, hogy neki roncsanak a mi játékosanak, hogy miért nem állították meg, holott ott a bírónak kellett volna neki ronni, egy, hogy ott miért nem fújtad le,
Kettő, hogyha kiment a labda, akkor miért nem nézel oda, hát lássad már, hogy az egyik játékostársunk fetreng a földön. Az, hogy utána mégis odarohantak a mi játékosainkhoz, és kialakul egy adok-kapok, az úgy gondolom, hogy nem, tehát nem volt benne a mérkőzésben ez az egész, amit a Diós Győr játékosai leműveltek, én nagyon meglepődtem, és egyetértek azzal, hogy Jovanovicsnak nem kellett volna ilyen dolgot tennie, és ezért... Még hogyha én túlzónak is vélem, adható a piros lap. Azon viszont csodálkoztam, hogy egy Diósgyőri játékos sem kapott sárgát, hiába mentek oda lögdösődve, ordibálva, meg hiába magyaráztak a bírónak. Tehát én nekem itt megint ilyen kettős mérce volt, viszont azt a mérkőzés egészében éreztem, hogy ez a kettős mérce egyszer ide működik, egyszer oda, tehát maga Bognár sem tudta, hogy igazából mikor, mit és miért ítél. Hát az volt a baj, én azt gondolom, hogy Tamis, csodálkoztam is rajta, és ebben majd nem fogunk megegyezni, mert ez lesz a következő téma, hogy az első fél időben ki kellett volna osztani vagy 4-5 sárga lapot egyébként, és akkor nem jutott volna idáig el ez a mérkőzés szerintem. Én a Facebookon megszondáztattam a Diósgyőr szurkolókat, jó számmal jöttek Debrecen szurkolók is, hogy szerintük most durvábban játszotta a Loki, mint szokott. Mert szerintem igen, nekem ez jött le. És én azt mondom, hogy nem játszott durvábban, de több szabálytalansággal játszott, mint szokott, de ezt el is mondtuk, hogy azért, mert a Diósgyőr annyira gyorsan játszott, hogy nem tudta lekövetni a DVSC játékosat, tehát hogy tegyünk különbséget akközött, hogy durvák vagyunk, meg akközött, hogy szabálytalanok vagyunk. Mert a szabálytalanság az nem feltétlenül egyezik azzal, hogy durvasággal, mert a durvasság a szándékos. Azért csinálom, hogy a másik megsérüljön, hogy fájjon neki, hogy levegyem a pályáról. A szabálytalanság meg csak az, hogy te jobb vagy, elvitted mellett a madlát, eleve a Diósgyőr támadott végig. És mindig az a csapat faultól többet, amelyik védekezésre kényszerül. Aki, hogyha már feljött a Barca meccseket néz, az ugyanezzel szembesül, állandóan a Barcelona kapja a szabadrúgásokat, mert mindenki védekezik ellenük. Tehát ez ugyanez volt a szitu. Tehát itt nem a durvaság, nem éreztem azt egyszer sem, hogy olyan durvaság lett volna, ami mondjuk a másik oldalon ne lett volna, vagy olyan szabálytalanság lett volna, ami a másik oldalon ne lett volna. És szerintem itt hiába oszt ki pár sárgát előtte, ugyanúgy meg lett volna ez a kakaskodás. De Bognár abszolút következetlenül vezette a mérkőzést. De nekem olyan érzésem, hogy durvá volt a Debrecen, és mondom, a szurkók nagy része is azt mondta, tehát 99,9%-nak úgy tűnt közülünk, hogy durvába játszik a Debrecen, és én azt is láttam, hogy Ugrait egyetlen egy csapat se rúgta ennyire, mint most a Debrecen. És azt kértem is tőletek egyébként fórumon, hogy mutassatok olyan jelenetet, ahol ez megtörténik, mert Ugrai dobálta magát nagyon látványosan. Tehát ezt hozzá kell tenni. Amint a 16-osnál volt, akkor rögtön dobta magát. Tehát azért mondom, hogy mutassatok nekem 2-3 jelenetet, és akkor nem fogom azt mondani, hogy nem így történt, de én ott voltam a helyszínen, és nem emlékszek olyanra, hogy Ugrait szándékosan megrúgták hát, volna. Azért, nálunk például nekem volt egy tipikus eset, nem tudom, a második fél idő derekán lehetett a Kinyik, van ilyen játékosok, bár lehetne a neve Könyök is egyébként, tehát a Kinyik volt az, hogy olyat alávert Ugrai alá, amikor elvittem mellette a labdát, és amikor Ugrai feküdt, akkor fölé állt, azt ilyen mozdulattal még beszólt neki. Tehát most mi a fasz? Hát jó, hát hogyha mellettem vinni el már 7-8-szor a labdát, biztos én is ideges lennék. De kb. Így a megyei egyben vissza a jelenetet, láttam. Mennyit mondok, majd nézd vissza a jelenetet. Tehát egy ilyen megyei egyben láttam ilyet. Tehát, hogy így aláverek a csatára alá, mert elvittem mellettem a labdát, és még a végén oda szólt neki, amikor fekszik. Tehát, hogy mire? Erre mi szükség? A másik volt Könyves Vela. Vela befordult Könyves elé, nála volt a labda, és akkor majd a lassításban annyira jól látszik, hogy a Könyvesnek, mintha lement volna a rolló. Elkezdte hátulról rugdosni vele. Tehát minden, jobbról-balról, és olyan volt a csávó, mint egy zombi. És akkor fordult vissza vele, és akkor így összefejeltek, mert már neki is sok volt. Tehát, hogy így néztem, hogy mi van ezekkel a srácokkal. Nekem az jött le ebből, hogy kijöttek a meccsre, és ti is, és mi is, és mindenki elkönyvelt, hogy most a Diósgyőr ki fog kapni, és mit tudom, 20. percben vezettünk 2-0-ra, és ez kurva rosszul esett nekik, és nem tudták ezt feldolgozni az első benne, fél időben. Lehet, hogy ilyen volt, de nem éreztem. Tehát nekem ez jött le. A második fél időben nem volt már gond, mert ugye ott egyel kevesebben voltatok, vezettünk, ott nem volt más választás, ott menni kellett, mint az őrült, és fel is kapcsoltak egy olyan sebességbe, hogy magyar pályákon szerintem rohadtul ritka látni ilyet, hogy egy csapat emberhátrányban úgy játszik, mint a 11 emberre játszana. Tehát azt azért el kell mondani, hogy egyébként szerintem ilyen független nézőként ez egy tök jó meccs volt. Igen. Tehát... Jó, akkor adjuk meg a független nézőknek is a szó lehetőségét, jön akkor Korályik József és a Bódog Tamás perce. nem kifejezetten a Bódog Tamás, hanem azt pont ezt akartam mondani, hogy mind a két csapat nyerni akart.
Tehát ebből adódott ez az agresszió, és ez nem is az, hogy agresszió, hanem tényleg ez a győzelmi vágy, vagy akármi, és tök jó volt ezt nézni, megmondom őszintén. Persze a durváskodás már jobb lenne, ha felváltaná a technikai megoldást, de mind a két csapat, én úgy gondolom, őszinte futballt vállalt föl. Nekem legalábbis ez a véleményem. Ez inkább közönség szórakoztató mérkőzés, mint hogy valaki beáll védekezni. Itt mind a két csapat nyerni akart. Én nagyon-nagyon, nekem nagyon tetszik, amit a Herceg András is csinált, úgy gatyáborázta a Debrecent, ugye egyértelmű, hogy a Bódog Tamás miatt szimpatikus a Diósgyőr, és egy kicsit ez a stílusok csatája, ugye, mint régen volt az NBA-ben mondjuk egy Fradi Újpest, vagy Újpest Fradi. Tudta a Debrecen, hogy mit fog játszani a Diósgyőr, és mégsem tudott ellene mit kezdeni az első percekben, vagy egy ideig. Szerintem meglepett minket a Diósgyőr támadásával. Pedig tudtátok, hogy mit fog játszani. Tehát egyértelműen tudva levő, hogy mi a játék stílusa, amióta itt van a Bódog Tamás, de visszaadom a szót, csak ennyit akartam mondani. Hát ezzel vitatkoznék amúgy, mert az utóbbi meccseken pont, hogy nem mentünk neki az ellenfélnek, hanem ilyen kivárásos... És pont ezért lepett meg minket a Diósgyőr ezzel, így van? Így kivárásos van. Játékot játszottunk, ezt a nyílcsakosat nem? De én úgy gondolom, hogy az év zárásaként úgy akart elköszönni mind a két szakvezető, hogy egy győzelmet egy riválissal szemben, és egy baromi jó mérkőzés. Egyébként én szerintem, ha megnézitek a legutolsó Real Madrid-Barcelona mérkőzést, az sem volt külön, tehát ott sem villogtak a technikai megoldások. Én szerintem ilyen mérkőzésekre, ilyen szenvedélyeteli mérkőzésekre volna szükség, nem ott, ahol 27 néző van. Az elköszöni szót, azt reméljük, hogy csak az őszi szezontól, mert szerintem ez két olyan... Igen, én úgy értettem, igen. Két olyan vezetőedző, akire nagyon nagy szükség van az NBA-nek. És ha már vezetőedző még lenne dolog, amit meg kell beszélnünk mindenképpen, tehát hogy a Herceggel nekem semmi bajom, tök szimpi, és én tisztelem azért, amit Debrecenben csinál, mert előhúzták most, mint egy Jolly Joker, összerakta a csapatot, meg minden. De a mérkőzés utáni nyilatkozat, tehát most elkezdem nektek mondani, hogy van-e benne nektek bármi kakuktojás. Mindenek előtt gratulálok a DVTK-nak. Jó, oké, köszi. Az első 20 percben veszélyesebbek voltak. Tehát most én néztem rossz meccset, vagy ő. Saját kapura? Tehát, hogy miért nem lehet azt mondani, hogy az első fél idő az övéké volt, de a másodikba fejtett. Hogy miért kell, elvenni? Szerintem kár ennyire részletekbe menni. Most mondtad ezt a Vela könyves párhozat, most mondjad ezt a maradék 30 percet. Olyan szempontból egyébként én valahol még egyet is értek vele, hogy az első 20 perc után azért kevesebb veszélyes lehetősége volt a Diósgyőrnek, mint addig. Addig egyértelműen a fölénk nőtt a Diósgyőr is, és 2-0 volt, jött utána egy szerencsés gól, és utána már próbáltuk úgy kiegyenlíteni a dolgot. Teljesen mindegy most ezen vitatkozni. Oké, csak hogy ez rendszeresen visszaköszön minden edzőnél, hogy nem tudják azt mondani, hogy igen, volt egy fél, itt egyébként tovább mennék, mert itt van. Rúgtak is két gólt, egy bedobás, valamint egy szabadrúgást követően. Ezt követően fokozatosan feljöttünk, megszereztük a szépítő találatot. Itt már nem érzi fontosnak azt hozzátenni, hogy egy szögletet követően mi is, tehát hogy így valahogy elvesszük, tudod, a másiknak. Nyilván jó, de nyilván tudod azt, hogy a vezetőedzők is sok esetben valakiknek üzennek a sajtótájékoztatónál. Most ezzel nem neked üzentek, meg nem a Diósgyőrnek üzentek, hanem más valakinek, ebbe én jobban nem szeretnék belemenni. Jó, mindegy. Ennyi. Csak én azt szeretem, amikor korrektul odáll valaki, és szerintem Én nem érzek ebben nem korrektséget, tehát elmondta, hogy gratulál, elmondta, hogy jobbak voltak nálunk, tehát mi is elmondtuk, tehát igazából én is azzal kezdtem mind a két részét a műsornak, hogy én gratulálok a Diósgyőrnek, tehát most nyertetek. Saját portékáját is dicsért egy kicsit a Herceg, ennyi. Boldogok. Jó, oké, még Szabolcsnak van egy mondata. Igen, én csak pontosítani szeretném Józsit, hogy ez a 27 az 26 volt. Jó, tehát, hogy felhúzzuk ezt a nézőszával. Na, szóval egyébként én azt láttam ezen a mérkőzésen, hogy volt egy nagyon jó meccs, ahol tényleg mentek ezerrel a játékosok, és pont az volt a helyzet, hogy a bíró az egyébként a fasorban sem volt. Tehát fogalma nem volt, hogy milyen szituációba keveredett itt, mert nézd, már ezek futnak, mert nézd, már becsúszik. A múltkor láttam a tévében a Sepsi Dinamo mérkőzést, ami nem volt egy nagy színvonal, csak én azt láttam például, hogy a Sepsinek a csapatkapitánya, bocsánat, nem tudom a nevét, ilyen 5 méterről vagy 8-ról bevetődve szerel. És pont az
az volt a reakcióm, hogy úristen, itt most el fogja kaszálni az embert, az ember az ott fog fetrengni. És akkor rájöttem, hogy ez nem a magyar bajnokság. És tényleg nem is történt ilyesmi. És ráadásul egyébként a bíró, amikor ilyen szituáció volt, hogy fetrengés egyebek, amikor nem sok volt, akkor ezt is le tudta követni. De itt úgy látszik, hogy nálunk, és a meccsünkkel kapcsolatban is mondtam, hogy az Iványi nem vezette egyébként a mérkőzést részrehajlóan, csak rosszul. Azért, mert ennyit tud. És itt is ez történt, hogy a bíró tényleg, nem tudom, egyébként egy sok mérkőzést tutira kontrollat tudna tartani. Egyik se verné meg a másikat, 100%-ig. Józsi? Éppen ezt akartam mondani, a múltkor is utaltam erre, hogy azért lassítják be a játékot, hogy saját maguknak könnyítsék meg a helyzetet a bírók. Tehát azért fütyűrésznek be minden szabálytalanságot, vagy annak tűnő dolgot, hogy a saját munkájukat könnyítsék, hogy rögzített helyzet után könnyebb legyen a dolga, ennyit akartam mondani. Jó, akkor menjünk rá az utolsó mérkőzésre, ez pedig a Vasas-Ferencváros 0-2 Újpesten. Tehát, hogy egyrészt a Vasas folytatta gyakorlatilag a szériáját, és a Fradi is. Kezdjük veled, Kristóf, mert szerintem van mondani valód. Kezdhetünk Józsival is, ha gondolod. Akkor kezdjük Józsival, ő úgyis elmondja, hogy nem jó a Fradi. Nem jó a Fradi. Nagyon örülök a győzelemnek, és tényleg nagyon, hát a helyünkre kerültünk. Én szerintem ez a természetes, hogy a Ferencváros vezeti a bajnokságot. Az, hogy a Tomászdól továbbra se tartom a Ferencvároshoz méltó edzőnek, az az én véleményem. De most is nem kidolgozott akciók végén, hanem egyéni villanásokból szereztük meg a győzelmet. Tehát csapatban nem tudom, hogy mennyire vagyunk jobbak. Egyénileg játékosokban biztos, hogy jobbak voltunk. Szerintem, tehát jobb játékosok alkotják. Tessék? Mint a Vasas, vagy mint az egész bajnokság? Hát most jelen pillanatban a Vasas elleni mérkőzésről beszélünk. Én szerintem most játékos állományban jobbak vagyunk, és ez döntött. Én úgy gondolom. Aztán most átadom a szót a Kristófnak, bár megjelent nálunk egy cikk, ami akkor most elmondom, mert erre fog reagálni majd a Kristóf, hogy a Tomász Dól adott egy nyilatkozatot, hogy nem ott öltözött a csapat, ahol kellett volna, tehát valami, tudom, hátsó helységben, ezt talán a Szabolcs tudná jobban megmondani, hogy pontosan, hogy hol. Ugye a Vasas kibérelte, én úgy gondolom, hogy kibérelte, pénzt adott érte, hogy lejátszhassa a bajnoki mérkőzést a Ferencvárossal, és hát ők, mint pályaválasztó nem kapták meg az Újpestnek a saját öltözőjét, tehát a hazai öltözőt, megkapták a vendéget, nekünk pedig nem tudom, valami fészert, vagy nem tudom mit, most a leírás alapján valami hasonló öltözőt kaptunk, amit ugyanaz az NB1-es licenszadó bizottság alkalmasnak talált öltözőnek, de hát nem tudom, a Tomász Dólnak nem tetszett, nekem se tetszene szerintem, hogy a csapatom nem ott öltözik, ahol kellene. De átadom a szót a Kristófnak most már. Jó, köszönöm szépen. Először is. A hét az egy ilyen borzasztó nagy propaganda kampánnyal indult a kismészői Vasas edzővé való kinevezésével. Tehát az amellett nem lehet elmenni szó nélkül, hogy pont véletlenül Gas István, meg a Salgótarjani Kovács Pista egy interjút ad mondjuk Sinkovics Gábornak az NS-be, tudod, a Nemzeti Sportba, és teljesen véletlenül pont Mészőnek kéne jönnie, mert ő sokkal alkalmasabb. Szóval maradjunk annyiba, hogy én itt nagyon sokat kritizáltam Öninget, viszont attól függetlenül nem hiszem, hogy egy olyan edzőnek kéne jönnie, aki mikor az Újpestet vezette ellenünk, és elnevezték Iloszkiról a stadiont, ez volt az ominózus mérkőzés, ahol az Újpest 2-0-ról 3-2-re nyert a Vasas ellen, és egyébként azt hiszem, akkor tettek egy nagyobb lépést a dobogós helyig felé, mert akkor azt hiszem talán másodikok lettek évvégén, de ebben most nem vagyok teljesen biztos. Lényeg a lényeg, hogy a harmadik gólnál tűzi játékszerűen örült, majd a legutóbbi időkben, mikor a haladás vezető edzője volt, akkor kifejtette, hogy ő nem fog örülni a Vasas elleni góloknak. Biztos lehet, hogy ezt már azóta levetkőzte ezt a szokását, tehát gondolom ez sem volt. Vagy amit most nem olyan régen olvastam a Nikolic interjúban az FFT-be, mert ezeket az újságokat ingyen adogatták a kupadöntőn, ahova a jelentéktelen költségvetésünkből is sikerült azért eljutnunk.
Úgyhogy körülbelül annyit mondott a Nikolics, hogy mikor próbálkozott a Vasasnál, akkor éppen a Géza volt az edző, mondta neki, hogy befejező csatár, ezért mindjárt védekező középpályásként ki is próbálta. Úgyhogy én azt gondolom, hogy valószínűleg Nikolicsból soha nem lett volna játékos, ha nálunk marad, meg a Kismésző így együtt kombóba, úgyhogy szerintem ez annyira nem lenne jó ötlet. Attól függetlenül. Tehát akkor magyarul azt mondod, hogy Mésző Gézát nem kívánod a padra, de Öninget azért elküldenéd ettől függetlenül? Hát erre majd mindjárt kitérünk. Úgyhogy aztán a másik fele. A meccs a szurkolói kártya köteles volt, ugye megkérdezte tőlem a német Zoli, hogy hol vannak a Vasas szurkolók, na most én azért arra azt mondanám, hogy jó eséllyel nem volt szurkolói kártyájuk, ugyanis rengetegen nem váltották ki, és ezt a saját ismeretségi körömből is így tudom. Tehát ezen kár filózni. Az a másik fele, hogy nyilván az, hogy a legtöbb kapott gólunk van ebben a bajnokságban. 37. A második legtöbb vereségünk, és ugyanakkor lökik a süket szövege. Változásnak nyoma sincs. Semmilyen módon. Sem a játék koncepciójába Öningnek. Erre mit lépjen egy szurkoló? Nyilván szurkol a csapatnak, meg amit akarsz, de őszintén, csalódni menjen ki folyamatosan, hétről hétre? Vagy azért, hogy átverve legyen? Mert ez átverés. Itt az érződik, hogy innentől kezdve, amit megígért Vancsa Miklós az első ankéton, hogy egy jó kis Vasas lesz, na az nincs. Aztán, ugye nyilván ezért mondtam, hogy kitérek arra is, hogy Öningnek talán nem nagyon kéne itt tovább folytatnia, ugyanis én azt érzem, hogy ennek a német vonalnak sajnos nincsen. Nincsen létjogosultsága, mégpedig ebből a meccsből is, és mind a két klub esetében. Most néztem ezt a mérkőzést, és szakasztotta az jött le, hogy ez a mérkőzés pontosan ugyanolyan volt, mint a tavalyi 2-2-es, nyilván a 11-esük nélkül, vice versa, de maradjunk annyi, hogy a Ferencváros lőtt egy gólt az elején, Burmeister már megint alkotott, mert megint nem ugrott föl fejelni. Hála a jó égnek, úgyhogy megint sikerült róla gólt kapnunk, de semmi gond, hiszen ő az edző kérésére érkezett, tehát mindenképp játszani fog. Úgyhogy miután vezetést szerzett a Ferencváros, még volt egy nagyjából mondjuk 15 perc, 20 percnyi idejük az első félidőben, utána átvettük mi a kezdeményezést. És ugyanezt történt a második félidőben is, hogy a két félidőt nagyjából meg, tehát mondjuk negyedekre lehetne osztani, egy negyed a Ferencvárosé volt, egy negyed a Vasasé. És az a másik, hogy érdekes módon itt ugye mentünk az eredmény után, bár itt viszont meg kell félig dicsérjem Öninget, mert itt jól vezette a csapatot, ugyanis följebb rendelte minél magasabbra a védekezést, hogy nem hagytunk teret a Ferencvárosnak. Ezt mondtam Józsinak még a meccs előtt, hogy ez lehet az egyetlen esélyünk, ugyanis a Ferencváros, mivel a lehetőségei nagyobbak, mint a miénk, ezért jobb játékosokkal rendelkezik egyénileg. Viszont az egyéneket le lehet győzni egy csapat által. És mi ezt meg is próbáltuk, úgyhogy itt viszont elismerem a játékosoknak, mert ennyi kaput eltaláló lövésünk szerintem a Paks ellen, meg az utóbbi 5-6 meccsen biztos, hogy nem volt. Úgyhogy az a nagyon nagy probléma viszont ezzel, hogy a mérkőzésre azért nem volt esélyünk gólt lőni, és azért volt ez a rengeteg pontatlanság, mert ebből látszik, hogy milyen mély gödörbe van ez a csapat. Hogy semmi módon nem tudnak kimozdulni, mert itt ebből nekem az jön le, hogy a fejekben nincsen, hogy kialakul egy helyzet, és nem tudja meghozni a jó döntést, nem tud eléggé koncentrálni a játékos. És itt biztos vagyok benne, hogy a háttérben se lehetnek rendben a dolgok, hogyha ez így van. Semmi módon. Tehát annyi kaput eltaláló lövésünk, a Dibusznak voltak védései, jó, nyilván persze a Ferencvárosnak is megvoltak a helyzetei, volt, hogy szerencsénk is volt, mert volt már, hogy tényleg azt hiszem pont a Goriárán valamikor még a mérkőzésnek talán a második félidő elején szembe ment a mi kapusunkkal, és odalőhette volna, ahol akart, hogy belelőtte, meg volt is azért bravúrja Kamenárnak is, tényleg őnek is elismerés, mert igazából a második gólomról már tényleg nem tehetett, amikor ugye a Gorián a saját tér feléről tök üresen ment ugye a mi kapunk felé, úgyhogy ott már nem nagyon volt neki esélye. De maradjunk annyiba, hogy ennyi kaput eltaláló lövésből és fejesből ki kellett volna egyenlíteni, és pont ebből látszik, hogy muszáj változtatni, mert hiába akarnak a játékosok bármit is, látszik, hogy ezért nem tudnak változtatni. A másik fele a
dolognak, hogy egyébként ezen a mérkőzésen adtuk el a legtöbb vendégjegyet, az 1400 volt, úgyhogy a nézőszám az nyilvánvalóan a Ferencvárost illeti, hogy azért lett 1800 beírva, gondolom valószínűleg ez volt a reális. Maradjunk annyiban, hogy én ezek után kicsit érdekesnek érzem, hogy folyamatosan ment a mi osztásunk, de hát meg ugye az Újpesti is, azt most nem tudom, nyilván ironikus egyébként, hogy lehet, hogy a pálya miatt esetleg arra gondoltak, hogy akkor a helyi erőket kell, és nem pedig az adott vendéglátót szídni, de hát ezt nem tudom hova tenni. Viszont a másik, amit megegyeznék, hogy érzésem szerint a bíró az elfogadható, vagy talán korrektül vezette a mérkőzést, még pedig azért, mert nem fújt be semmi hűség. Nem tudom, Józsi, ezt hogy láttad, de talán olyan vice versa nem fújt szinte semmit, ami esetleg olyan lett volna, hogy kétes, vagy úgy érezte, hogy feldobta. A Szivacski kapott egy sárgát könyöklésért, meg talán nálatok volt egy sárga is annyi. Én úgy éreztem, egy pillanat nem éreztem, hogy nagyon visszhangzok valakinél. Egy pillanatig nem éreztem a veszélybe a győzelmünket, megmondom őszintén, mert annyi helyzetet kihagytatok, hogy tehát ez tisztán látszott, hogy ezt a meccset ti bukjátok el. Mindenesetre ugyan a cég középen megjelent egy cikk ezzel kapcsolatban, és egy komment is megjelent hozzá, tehát a cikk kiegészítéséképpen, ugye a Nemzeti Sportnál jelent meg először, ugye az öltözéssel kapcsolatban. Én úgy gondolom, hogy ez méltatlan. Nem tudom, ki intézte ezt az egész öltözői dolgot, de ez nagyon méltatlan volt ahhoz, hogy, tehát, hogy egy ilyen összecsapásban egyáltalán ez szóba kerülhessen. Tehát, hogyha az Újpest részéről volt ilyen, ha a rendező klub részéről volt ilyen, az... Jó, akkor válaszolnék is erre, mert most már ugye rátérhetünk erre is akár. De várjál, az öltözésre adjuk meg a többieknek is, mert Szabolcs ugye mégis csak helyi, neki is megesett a aztán Zoli is. Még mindig viszont. Igen, úgy néz ki, hogy a stadion... Na szóval a stadion üzemeltetője az pillanatnyilag vagy az ütve, ez egy helyesben az NSK-ért, ugye? És az üzemeltető, vagy az NSK, vagy az ütve, ez egyébként még nem teljesen derült ki, viszont ugye a pályát, illetve az épületnek a nagy részét, azt pedig az UFC veszi bérbe folyamatosan. Na most látják, hogy sem vagyok tisztel, hogy teljesen az kikikulál ebbe az egész történetbe, és szerintem ez a, hát most már az a baj, hogy szokásosnak nevezhető újpesti betegség van ebben a témában is, hogy valószínűleg itt a sok bába között elveszett a gyerek, és egyébként azt történt, hogy valószínűleg a hazai öltözőt nem adták oda senkinek, és egyébként bárki lehetett ebbe ennek a hibása, és aztán ugye kellett keresni egy harmadik helységet, ami egyébként tényleg van, és nagyjából, hát azért mondjuk nem a fűnyírókat szokták ott tartani, de tényleg nem egy magas szintű dolog ez. Én remélem, hogy nem a mikrobunk, hanem max az NSK volt, aki ebbe a hunyó, hogyha a klubunk, akkor azt én azért sajnálom. Megmondom őszintén, hogy jobban meg lehetett volna ezt oldani. Jó, hát akkor igazából nem tudod a választ, de remélhetően hogy nem kell, hogy a hibás az volt, vagy nem ti kritikumotok a hibás, Zoli, öltözés, és én nem az öltözésre akartam reagálni, egyszerűen csak... Egy picit álljunk már meg, fiúk, ne ragudjatok, de nem értik a hangunkat a hallgatók. Valakinél valami van, folyamatosan visszhangolunk. Valakinek ki kéne kapcsolni a mikrofont, próbáljuk ki. Így van. Próbáljuk már ki mindenki kapcsolni. Mondtad, hogy elnézést a technikában. Jó, hát Zoli, most közben beszélj? Igen. Most hallotok? Tökéletes a hangod, Zoli. Akkor nem nálam van a gond. Benne. Szabolcs is visszakapcsolt. Nálam? Hallottam rendben? Most is jó. Igen. Most nálam? Na most ez is jó. Csibu, nálad nem volt jó az előbb, amikor megszólaltál. Engem nem, megint vízhangzik. Józsi, kapcsolatok? Na, srácok, szerintem Józsinál vízhangzik. Józsinál volt a probléma. Semmi gond, tehát elnézést a technikai problémákért, nyilvánvalóan az élőadás varázsa.
Szóval akkor Zoli, tiéd a szó. Szóval én azt akartam kérdezni, hogy Kristóf, most ezt jól értettem, hogy te azt nehezményezted, hogy nem titeket szittak, hanem az Újpestet? Tehát, hogy ez volt nem, a probléma? Egy ismerősöm megjegyezte állítólag, hogy valami ellenünk is volt, de megmondom őszintén, én azt nem hallottam. Aha, de ott akkor ki kellett volna állnod és átkiabálni, gyerekek, hát nálunk vagytok, minket szítjatok már, hát nem igaz, hogy így kell hazamenni, hogy minket most nem szít senki. Bájos, én is csak amikor tartottam egyébként. Jó, csak ennyit akartam. Azért ehhez hozzátartozik, hogy az Újpest meg a Fradi esetében azért azt ki kell érdemelni, hogy más szítjunk, mint mi egymást. Tehát azért az valamit le kell tenni az asztalra. Jó, rendben van. Térjünk vissza akkor egy pillanatra Vasasra. Engem meglepett az egyébként, hogy Ádám Martin bal hátvédként kezdett. Tehát, hogy nem lehet, ez volt a szoka, hogy jó sok csatárt dobtatok a mindenféle pozícióba, és ezért volt ennyi a kapura lövés? Nem hiszem. Ennek inkább nem tudom, mert az az igazság, hogy a hangyárnak a nem szerepeltetésével kapcsolatban egyelőre nem találok semmit. Tehát nem tudom, hogy miért nem ő játszik azon a poszton. Mert nem eltiltott, és nem találtam arra információt jelenállás szerint, hogy sérült lenne. Viszont akkor most már elmondom ezt az öltözői sztorit, mert ez sokkal érdekesebb, ugyanis Vancsa Miklós reagált erre a dologra, és annyit mondott, hogy az Újpest nekünk nem adta bérbe a hazai öltözőt. Ezt aztán később megerősítették újpesti oldalról is, számomra, még közvetlenül a műsor előtt, úgyhogy ezek a dolgok sajnos egybe csengenek. Na most a következő szituáció van. Ugye mi öltözünk a hazaiban, és a vendégcsapatnak pedig egy folyosó végi helyiség állítólag a szertárban kiadva. Még az is tudomásomra jutott, hogy állítólag a két a vendégöltöző és a szertár között minőségbeli különbség nincs. Hát a komikum ne további ez a dolog, a videóton is tudott ott öltözni. Meg szerintem gondolom a Bejtár Jeruzsálem is. Na igen, érdekes kérdés, hogy ez, ugye nem először vagytok ott, nem először játszottok hazai pályán az Újpest stadionjába, hogy eddig másoknak ez nem jelentett gondot? Nem, hát gondolom, aki TAU milliárdokhoz van szokva, annak biztos, hogy mások az igényei. Csak én azt is megkérdezném, hogy szerintetek, amikor a Vasas véletlenül pont a kupadöntőn a Ferencváros pályáját választotta, akkor melyik öltözőbe volt? Hát biztos nem a fűnyírók között öltöztetek, szerintem. A vendégöltözőbe, ami között állítólag minőségi különbség szerint nagyobb a differencia, mint az újpesti vendégöltöző, meg mondjuk az újpesti szertár, meg a hazai öltöző között, de mindegy, ezt hagyjuk, szóval érdekes módon mi azt akkor nem tettük szóvá, Tomás Dolnak ez a riójája. A másik fele a cikknek van egy nagyon jó kis folytatása, amit viszont azt nem értem, hogy amikor a Vasas már a 27-es évtől birtokolja a Fáy utcát, akkor hogy a faszba lett az építők pályája nagy hirtelenjébe? Miért kiépítette? Hogy a 40-es években, mikor behozták azt a szabályt, hogy csak füves pályán lehet játszani, a Vasas az építők pályán kezdte el játszani a mérkőzéseit, és az egészen tartott 61-ig. Addig a Blast csapat építők játszott a Fáy utcai létesítményben. Egyébként a mai, egyébként most megnéztem, mert a jelen állás szerint a 43-as számú építőknek a hazai pályája a Mészői Kálmán műfüves pálya. Ami azért érdekes, mert nem mi vindikáljuk a saját városunknak azt a stadiont, hanem egy másik csapat. A másik fele a dolognak, hogy azt is érdekesnek tartom, hogy a Ganz Mávag nevelés Kubala, aki csak 20 meccset játszott nálunk, viszont a Vasas utánpótlását adó, ám teljesen függetlenül működő akadémia, az miként sajátítja ki a nevét. Vagy mondjuk, amikor Csepelen bronzszobrot emelnek Cibor Zoltánnak, aki ugye a Komáromból származó játékos, viszont ugye rengeteget játszott a Ferencvárosban, azt miért nem teszik mondjuk szóba? Hát majd az is szóval lesz téve iddel. Aha. Jó, hát maradjunk annyiban, hogy ezek a dolgok, ezek egy rendkívül nagy csúsztatás halmaz, amit tételesen cáfolni lehet. A külső nézetre mondjuk el, hogy itt a cközép.hu cikkére reagálsz. Igen. Hát az ismereteim szerint az építők pályát azt az úgynevezett rendszerváltás, mármint hogy
a 49-es választás után kapta meg a Vasas, egyszer csak valamilyen oknál fogva. A másik az, hogy a legnagyobb ellentét itt a két klub között, ugye egyértelműen ez a 2006-os kizárásunknak köszönhető. Én nem tudom ezt a Kubala féle dolgot is, hát Isten igazából valóban a Kubala Akadémiának mondhatom azt, hogy semmi köze a Vasashoz, mert egy teljesen más cég, de ugyanakkor a Kubala, én nem tudom, hogy valamikor is kifejezte azt, hogy ő mekkora a Vasas játékos lett volna. Ezzel nem fogunk összeveszni, ez engem annyira különösebben nem érdekel. Ezt tudom, hogy a Ferencváros nem mutatkozott be az első osztályba. Cibor Zoltán egyértelműsítette, hogy ő ferencvárosi érzelmű egyértelműen. Tehát ez a Barca filmben is kijelentette, sőt még a Kocsisról is hiába ugye a kiteljesedése a Kispestnél és a Barcelonában volt, de nem akarok ennyire történelembe révedni. A cikk az arról szólt, hogy nekünk nagyon sok problémánk volt ebből a kizárásból, és ennek egyedüli haszonélvezője volt a klubok közül, illetve a sok haszonélvező közül a legjobb a Vasas, aki bennmaradhatott az első osztályban. Úgyhogy ez az igazsághoz hozzátartozik, ezen most szerintem mi nem fogunk összeveszni, vagy ha igen, akkor ez teljesen értelmetlen, de ez indikálta ezt a cikket többek között, és nekünk úgy látszik mások az információink többek között az építőkről is. Az a baj, hogy nincsen lezárva a rendszerváltás semmilyen szinten. Minden klub magában hordozza a saját fájdalmait, nem csak ugye a kizárás, hanem ugye a rendszerváltása kapcsolatban. És van itt az Újpesttel ez a probléma, hogy ők annak idején a BM csapata volt, nem vették le nevüket. Mi vissza tudtuk szerezni a saját nevünket, ugye 56-ban azért, és ez mindig valamilyen szinten problémát fog generálni, mert ez sincsen lezárva. Úgy érzem. Igen, ezek nagyon jó gondolatok. Tehát igazából ezek nem csak a futball világában, hanem a társadalom világában élő problémák, amiket egyszer kibeszélni. Már bocsánat, Dávid, hogy közbevágom. Amióta itt a műsort csináljuk, valahogy is úgy álltam hozzá a te klubodhoz, vagy a többi klubhoz, hogy nem zártam le magamban a múltat? Akár mondjuk a jól emlékszem 2000-es bajnoki címeteket, amikor 3-11-essel előztetek meg minket a tabellán, vagyis pontosabban ütöttetek el minket a bajnoki címtől. Szóval tettem ezeket valahogy is? Nem, de én se tettem szóval senkinek semmit szerintem. Azért mondom, hogy számomra ez az egész meglepő. Lépjetek túl a múlton, gyerekek, mert akkor egész este a Debrecen régi bajnoki címeit számolgathatok. Mert legalább nálunk van mit számolgatni. Hát én úgy érzem, hogy mindenkivel megfelelő tisztelettel beszélek itt a most idézőjelesen a vidéki csapatokról, a riválisokról. Tehát engem én most ezek... léptem ki. Ebből elegem volt, igazad van. Jó, okay. Csináljunk külön műsort, Zoli, jó? Itt az MTK. Tehát engem ezek tehát annyira nem érdekelnek, hogy ezt nem, hiába vagyok ferencvárosi, ezek engem annyira nem érdekelnek, hogy ezt nem tudjátok felfogni. Tehát engem az érdekel, hogy a csapatom a jelen pillanatban tükrözi azt, amit a Ferencváros alapítói megszabtak, hogy az a játékstílus felismerhető-e, amiről régebben a Ferencváros felismerték, az identitást tovább viszi-e a csapat, a szurkolók és mindenki, vagy nem. Engem ez érdekel. Az, hogy mi történt 15-20 év, 100 évvel ezelőtt, emlékszem rá, sok mindenkinek nem fogok megbocsátani. 100 évvel ezelőtt emlékszel rá? Hát nem, de csak azokra a dolgokról, tehát megemlékezem a 100 évvel ezelőtti dolgokról. Tehát ami nekünk... Tehát nagyon sok minden fájdalmunk lehetne, nekünk is, nektek is. Nekünk van egy közös történelmünk a háborút az MTK-val is, tehát, hogy Isten igazából ebbe a dologban szinte csak a második világháború után kapaszkodott bele az Újpest, aki most mondhatom azt, hogy mivel vidéknek számított Újpest annak idején, tehát nem volt a főváros része, ez még akár egy vidék-főváros összecsapás is lehetett, emlékszel, Szobos, pont erről beszélgettünk a múltkor, bocsánat, nem, ugye a háború előtt is voltak azért már bajnoki címe, ez Újpestnek, elnézést, tévedtem. Tehát Isten igazából a dominancia a magyar labdarúgás alapításától a Ferencvároshoz és az MTK-hoz, inkább az MTK-hoz és a Ferencvároshoz köthető, mert a kialakult játék stílusa Isten igazából az MTK-nak volt legelőször, ha tetszik, ha nem. És innentől kezdve lehet bárki, mondhat bárki bármit.
Úgyhogy ez a három klubcsapat versenyfutása, és utána csatlakoztak be ugye a többiek, és ezzel most nem sorrendet állítottam, hanem csak idősorrendet. Mondtunk. Egyébként ezzel kapcsolatban, hogyha folyamatosan a múltba révednénk vissza, akkor hozzá se kell nem szólnom, Józsi, meg neked se hozzám lehet. Erről van szó, tehát most... Hogy sokan már azt megkérdőjeleznék, hogy én mit keresek egy műsorban közösen egy fradistával, vagy most az Olivia miért állok szóba például. Kérdőjelezik, hogy egyáltalán te mit keresel egy műsorban? És akkor Debrecennél még a bocskai problémát megsejtett? Igen, igen. Jó, akkor itt zárjuk ezt a témát. Zárjuk is le, igen. És akkor még egy utolsó kérdésem a Ferencvároshoz. Ugye Böde szerződés hosszabbított, de csak ennyit tudom, hogy meddig, mennyiért, hogyan, semmi. Hát nem tudom, tehát a Böde Dani, én úgy érzem, hogy tett annyit a Ferencvárosért, bár ugye megint arról van szó, hogy valaki a múltban tett valamit, és a fél év az már múlt. Én nem tudom, tehát én úgy gondolom, hogy 18-20 ezer euró körüli fizetése van, ezt nyíltan vállalom, hogy ezt kimondtam, bár ez vélemény, de köztudomás, hogy körülbelül ennyit keresnek a játékosok. Én szerintem neki ez már egy ilyen jutalom azért, mert kitartott a Ferencváros mellett. Nem tudom, hogy mikor lesz egyáltalán megint 100%-os, én úgy érzem, hogy már soha nem fogja tudni azt hozni, ami miatt őt megkedveltük, bár én őt mint emberileg nagyon kedvelem. Neki sokkal több helye van a Ferencvárosban, mint a Priskin Tamásnak, akivel emberileg szintén semmi gondom nincsen, csak egyszerűen azt látom, hogy semmivel nem kerültünk előrébb azzal, hogy például Priskin Tamás itt játszik nálunk, sőt a hiányát sem fedeztem föl, amikor nem volt a pályán, egyszerűen jó volt nézni ezeket a gyors játékosokat. Azt hittem, azt mondod, hogy mikor lesz újra 100 kilós. Már most azt szerintem. Vagy több. Egyébként jó. A kis Novrencs is az jó volt. Igen, semmivel nem tartom gyengébbnek, mint a Priskin, tehát ennyi. Rendben, akkor menjünk át a Nemzeti Bajnokság 2-re. Ugye MTK, Cegléden nyertetek 1-0-ra. Hogy álltok, hány ponton vagyunk? Nem Cegléden nyertünk, hanem az Albertírsán. Hallgattam is végig az Albertírsa indulót. Albertírsán! 37 pont kell a feljutáshoz. Na és ugye szerencsés helyzetben vagytok, ugyanis a Kisvárda kikapott, úgyhogy egy 5 pontos előnnyel vágtok neki majd a szezonnak. Nyugodtság van, higgadság, lesznek új játékosok? Mert ugye az egyelőre biztos, hogy a Gera nálatok is hosszabbított. A Gera hosszabbított egyébként, ugye nem volt túl erős szezonja, nem ez a legerősebb szezonja, amit nálunk töltött, és gondolom, még amikor az NB1-ben játszott, és elég jól játszott, akkor azt hiszem a Fradi is érdeklődött iránta, egyébként esélye nem lenne bekerülni szerintem a kezdő csapatba, az most túl erős a Fradi, mint hogy a Bognár se játszik egyébként. Kéne erősíteni, én hoznék már tavasszal játékosokat azért, hogy azok be tudjanak épülni, hogy az NB1-re már úgy tudjunk kifutni majd a zöldjepre, hogy ők be is épültek a csapatba valamilyen szinten. Hát kérdés, hogy ezt a költségvetés hogy bírja el? Ugye nem tudom, hogy majd visszahozzák-e majd a Ramoszt, amikor már NB1-esek leszünk, ő elég jól muzsikál a haladásba, bár 1 méterről hagyott ki helyzetet egyébként, ami nálunk is azért néha jellemző volt rá, de a múlt fordulóban pedig 2 gólt lőtt, tehát végül is pörög a srác. Erősítenünk kell, az biztos, az tisztán látszik, mert a felállt védelmek ellen még itt se tudunk olyan meggyőzően produkálni. Tehát azért ez dolga szerintem egy nagy csapatnak, aki nagy csapat akar lenni, már pedig itt az MTK azért valamilyen az NB2-ben nagy csapatnak számít a többiekhez képest, hogy igenis a betonvédelmeket fel tudja törni. Én most nem láttam a Kisvárda meccset, de ugye kaptak egy 3-ast otthon a Győrtől, azért a Győr tudott 3 gólt lőni a Kisvárdának. Úgyhogy nem tudom, ez vannak kétségeim, de gratulálok a srácoknak az őszi szezonért, és ilyen lelkesedéssel, ilyen hozzáállással, egy jó edzővel úgy gondolom, hogy abszolút reményteljes a jövő, aztán majd az NB1-et meglátjuk. Ez a közelebbi jövő, amiről most beszélünk. Hány néző volt? Bocsánat. Nem voltam kint Albertír sem. Tehát egyel kevesebb, mint kellett volna, az biztos. De többen voltatok, mint 30-an. Valószínű. 700-at olvastam egyébként. Azért, mert hogy hallom, hogy Zalaegerszegen már nem lehet azt kiabálni, hogy 30-an vagytok. Egy ilyen bosszantó már, hogyha például
elmegyünk mondjuk Zalaegerszegre egyszer, és akkor elkezdjük énekelni, hogy szurkolói nincsenek, de kinek énekeljük ezt? Tehát ki fog megsértődni ettől? Nincsenek ott? Fizetett, ilyenkor be kell fizetnetek pár szurkolót oda, és akkor nekik igen. Tudjátok ezt, és akkor utána pedig dúzognak meg minden. Megkéritek őket, hogy utána ezt legyenek szívesek, mondják el azoknak, akik nem jöttek el ma. Pedig 6 gólról maradtak le. Nem tudom, hogy mi történt az zalaegerszegi szurkolók egyébként, ők nekünk elég jó kapcsolat, tehát fogalmam sincs, hogy... Nem tudom, mi... Szoktak lenni normál esetben, igen. Hát ott valami gond van most a vezetéssel is, nem? Én azt tudom mondani, hogy zalaegerszeggel kapcsolatban egyébként, hogy szerintem mindenki kivándorolt, én is egyébként zalaegerszegi születésű vagyok, gyöngyösen lakom, tehát, hogy... Csak egyszerűen... rossz irányba mentél. Rossz irányba vándoroltam, igen. Keletre... Tehát, pont erről beszéltünk a múltkor, nagyon szüksége lenne az NBA-nek, hogy szedje össze magát az Zalaegerszeg, a Győr, az MTK, és akkor lehetne egyébként bővíteni ezt a 12-es létszámot. Jó, visszatérve András MTK-hoz, hova vársz erősítés pozícióra gondolok? NBA-1-ben szerintem 4-5 kulcsjátékost igazolnunk kell, ahhoz, hogy ott egy megfelelő középcsapat lehessünk. Bajnoki álmaink ahhoz akkora mázli kéne, hogy mondjuk a Videotonból is, a Fradiból, a Debrecenből, meg még egy pár csapatból úgy bekötött szemmel játszanak egy pár meccsem, szerintem kávé. Mert az nem reális. Tehát én nézem azért az NBA-1-ben a fordulókat, és azért jóval erősebbek, tehát a Fradi is, igazából a Videoton is, a Debrecen, tehát jóval erősebbek, mint mi. Én igazából úgy gondolom, hogy az NBA-1-ben az iram is valamennyivel gyorsabb, és oda ez nem lesz, tehát ez nem lesz így elég, de ez nem egy vészmadárkodás, hanem csak az én véleményem. Én abszolút pozitív vagyok, úgy gondolom, hogy fog simán jutni, és akkor majd lehet, hogy hozzáedződnek. Hát nem tudok erre mit mondani gyakorlatilag. Szerintem kéne igazolni. 4-5 poszton kéne igazolni. A fiatal kapust nem lehet még védetni az NB1-be, oda kell tenni a padra, néha védetni kell nyilván. A Szentpéteri nem előremutató 38 éves, 39, tehát a kettő között kéne valaki. Ezt a Petkovicsot nem biztos, hogy vissza tudjuk hozni, mert azt hiszem, hogy őt már eladtuk. Gyakorlatilag kell mindenhova. Talán a támadósor az még úgy, ahogy, de a Lencse is látni kell, hogy egy hangulatpali. Tehát, hogyha nem megy neki a játék, akkor nem tudja magát annyira pörgetni, nem tud annyira lelkesedni. Ha Ramos esetleg visszajön, és kéne valami középpályás, nekem én nagyon örülnék, hogyha a Bognár átjönne hozzánk, megmondom őszintén. Tehát én már a Diós Győrtől magunkhoz akartam hozni. Az a kis Pali, az tud váratlanokat húzni. Én tudom, hogy a Fradi stílusa neki nem annyira fekszik egyébként, de az egy tehetséges játékos különben, technikás, csak nem, ez egy, nem minden közegbe illik bele. Egy jó pedagógus kéne neki. Hát az váratlan lenne már tőle, ha elkezdene focizni. Pedig lenne hozzá tehetsége egyébként, mert az van. Lenne. Van. Igen, hát ő a fiatal tehetség, 28 éves, ugye? Igen. Ki tudja, hogyha a Nikolic is ugye említésre került, a Nikolic is, hogyha olyan kezekbe került volna, mint amilyenben nem került szerencsére, lehet, hogy most NB3-ba tolná. Jó kezekbe a Bognárból is, ki tudja, mi lenne. Szerintem az egy jó játékos, technikailag tud annyit, meg lát a pályán. Tehát, hogy volt egy-két jó meccse, akkor lehetett látni, hogy ő tudna olyat a pályán, amit ritkán tudnak ilyen irányító fotbalisták. Hát nem hiába vitték oda a Fradihoz is, mert ezt látták, tehát nyilván nem azért, hogy egy 30-40 milliót beletoljanak, és akkor semmi ne történjen. Még a kispadon egyáltalán ott van? Nincs. Én várom szeretettel, remélem nézed a műsort, szeretettel várunk az MTK-nál. Az a gáz, hogy neki van a legkevesebb beleszólása abban, hogy hova kerül. Hát gondoltam, de igen. De és innentől, hogy így ennyire, tehát ez egy biznisz volt, már nem kölcsönbe van, akkor nagyon nehéz kivásárolni, azért mi biztos, hogy nem tudjuk. Hát csere volt, adjatok cserébe valamit. Jó, akkor itt zárjuk a ma esti műsorunkat, de ugye az utolsó menet nem azt jelenti, hogy vége van a semleges térfélnek erre a szezonra, hanem az, hogy az utolsó menet, az utolsó forduló lezajlott ugye most a terapi nap folyamán. Jövő héten is várunk mindenkit szeretettel, és még lesz egy fontos bejelentésem, de előtte Szabolcsnak egy rövid üzenete. Az a helyzet, hogy a Charlton szurkolóktól idézek ezen a kis táblán, és hát, ha akinek címeztük, az is esetleg érteni fogja, bár egy kicsit nyugatabbra van az ország, ahol ezt a nyelvet jobban használják, de szerintem menni fog két sör között.
Az olasz? Tegyük le a Ballikát. Boldog Tamásról beszélsz, Boldog Tamásról. Róla, pontosan. Még Zoli is szeretne valamit? Igen, ezt szeretném elmondani, srácok, nektek, hogy a foci melyikkor egy nagyszerű dolog, és hogy azért összetartó erő, hogy az amigélek.hu megrendeztem ma a sokadik jótékonysági tornáját, amit minden évben megrendezünk, és 6 csapatot hívtunk meg erre a tornára, és megmondom pontosan, hogy a Miskolci Gyermekegészségügyi Központ onkohematológiai és csontvelő transzplantációs osztályának gyűjtöttünk pénzt, mert szükségük van egy eszközre, amiben mi most 240 ezeret tudunk belepótolni, pusztán abból, hogy barátok összejöttek és fociztak egy jót, és a délutánjukat erre szánták, és erre én nagyon büszke vagyok, hogy sokatszor tudtuk ezt megszervezni, király. És ami még üzenet ezzel, hogy megnyertük ezt a kupát is, gyerek. Készüljetek a bánkarakaszkira. Rendeztetek saját magatoknak egy kupát, amit meg tudtok nyerni? Igen, csak hívtunk még 5 másik csapatot is, hogy hát, ha lesz valami beleszólás. Ha már a bánkarakaszkira még tornánál tartunk, egyébként itt műsorváltozás van, ugye január 27, hogy azt hiszem, hogy ez a hivatalos dátum, de erősítsetek meg, és várjuk oda is a Semleges Térfél csapatába a jelentkezőket, semlegestérfél@gmail.com, vagy a Semleges Térfél Facebook oldala. Jövő héten várunk titeket, és 2018-tól egyébként nagyon nagy előrelépések lesznek a Semleges Térféllel kapcsolatban, tárgyalunk különböző helyekkel, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy itt nagyon nagy változások lesznek, természetesen pozitív irányba. Jövő héten tartsatok velünk este 8-tól, további szép estét mindenkinek, sziasztok! 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 Hajrá, Loki! Ja, hajrá, Diós Győr! Sziasztok! Tavasznak. Gratulálok! Hajrá, nálunk a tavasz mindig erősebb! Elkapunk mindenkit! Hát csak sziasztok, erősebb lehet. Kellemes ünnepeket nektek, hajrá, Loki! Sziasztok! 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 Mindenkinek kellemes ünnepet kívánunk! Hajrá, Ferencváros!